Na jó, most rábasztunk. Törött lábbal, Dick. Nem mondhatjátok, hogy nincs izgalom, öcsé? Nem mondhatjátok, hogy nincs izgalom. Hippo gondoskodik róla, bazd meg. Igen, Vietnam! Sziasztok gyerekek! Üdv a csatin! Keeper jelentkezik következő Seven Days to Die résszel, és valamit kell, hogy megígérjek nektek. Hát ne reménykedjetek, nem lesz semmi extra, csak annyi igazából. Ezt kirakom vasra. A Typer játszik a Seven Days-szel. Oh my god! Pont kommentelt is az egyik rész alá. Na figyeljetek, amit megígérhetek, hogy extra nehéz, hordával fogunk ma szembe nézni. Mivel ugye én általában úgy játszom, hogy a normál napokon föl szoktam rakni 120 percre az egy 24 órás intervallumot. És ugye horda napkor, vagy horda éjszakán azt leszoktam menni, és akkor normál. Ugye defaulton egy elég rövid ideig tartó éjszaka következik ezután, de most a 120 percbe bele fog tartozni gyerekek a izé is. Úgyhogy rohadt hosszú rész lesz, viszont ebbe fog lenni a horda is, és hosszú éjszakának fogunk elébe nézni, úgyhogy erre lehet készülni. Viszünk egy kis cobblestone-t, aztán igen, meg kéne nézni, hogy mik azok, amik ehhez izé kellene, vas kell, de várjatok, hát ezt jó, az ötfelért nem fogom előri. Mi ez? Jó, beton? Várjál. Javítsuk meg a dolgokat, jó? Az lenne az elsődleges dolog, hogyha valamit szétvertek, azokat javítsuk meg, mert akkor lesz itt problém. Úgyhogy igen, egy ilyen horribilisen hosszú horda napnak fogunk elébe nézni. Ezek nem tudom, hogy nem ezek, nehogy véletlenül emiatt szakadjon le nekem itt az egész kócerály, tudjátok. Na figyeljetek, hoztam vizet, hoztam kaját, minden oké van. Mindenképp le kéne adni a küldetést, meg kéne nézni így a falon. Na valami volt itt pedig. Kéne nézni a falon, végigpásztázni, hogy mi az, amit fel kéne javítani, mert ugye jön a horda, akkor ne az legyen, hogy véletlenül is szétverik. Valószínűleg jó nehéz horda lesz. Itt is volt valami. Valószínűleg elég nehéz horda lesz. Meg valószínűleg... Mit mondjak? Jó hosszú. Ráadásul, ugye epic hosszú lesz, nem a normál. Ne a megszokottra gondoljátok. Jó, oda nézzetek, itt ez jó lesz, jó szétverték, basszus. Vagy pedig én is néha beleütögettem. Ugye az is probléma lehet. Amikor itt kalapáccsal verettük, akkor történhetett olyan, hogy én itt beleütögettem a dolgokba. Ugye? Ja, egyébként gameplayen kívül annyi történt, hogy én fölhordtam a dolgokat, gyerekök. Nagyon bízunk benne, hogy valami robbantós zombi még nem fog jönni, mert akkor ezt rendbe tudja tenni a bázisomat. Majd meglássuk, hogy mi fog történni. Jó, mert így ugye szépen végig pásztázza a keeper a dolgokat. Nézzük, itt is van, ott is van. Azért néha beleütögettek itt a falakba, vagy pedig tényleg én is beleütöttem a saját bézembe. Jó, aztán most egy-kettőt kihagyok, nem hiszem, hogy attól fog összeborulni. Csak nehogy az legyen, hogy amiatt, mivel így egyet kiütnek, azt ott beakadnak, akkor ott elkezdenek bontani, mint a bolondok. Az, milyen? Hogy? Itt, és mindig itt a sarkon, meg alul. Ugye, látjátok? Itt most hol volt? Valahol volt még, basszus. Aha. De itt az alsó blokkokat szerették, ahogy jöttek fel, gondolom. Egymásnak neki. Estek, mint Tóth az anyjának. Egyébként ma megint harci zene van. Remélem, hogy... Ja, mindig itt az alsót. Most már itt figyeljétek, mindig ezt. De most például nem. De ott is igen, azt. Ja, hát ugye gondolom, hogy tényleg a feljutásnál így belekeverednek itt, mint cigány gyerek a Huzantrógerbe. Aztán ez van. Hát így kellene betont majd csinálnunk. Csak most egyelőre... Vazza, gyerekek! Hát,
Komolyan mondom, olyan megrendesen megrendültem, hogy én egész eddig azt a rohadvaró készletet nem jó helyen kerestem. Ezt adjátok össze. Nem jó helyen kerestem. A tradereknél. Mármint a tradereknél kerestem, az jó hely, hogy a tradereknél keresem. Viszont, elvileg, ezelőtti részben is volt itt egy, csak nem a, hogy is hívják, nem a, nem az egészségügyi cuccoknál van, hanem valahol máshol, valami crafting dolgoknál van. És előtt is volt itt egy. Na mi, mit kell nekünk? Figyelj, lehet, hogy a övítókészlet, mondjuk azt tudom, gyerekek, igazából tök mindegy, vigyük ezt. És az a gond, hogy lehet, hogy nem, de jó, ad újat, jól van, öröm van, clear zombies, legyen ez. Nagyon örülök, egyébként azt akarom, hogy simán megyünk. Na figyeljetek, elvileg ennél a hülyéné volt ezelőtt, mondjuk most pont lehet, hogy nem lesz. Javítókészlet. Csak itt van bazd, oda egy darab. Csak ez nem a izéknél van, nem itt van. Én meg mindig itt nézegettem, és nem itt van. Hogy a szeme álljon, meg mindig ugye rákötítettem erre, mert arra gondoltam, hogy annál van, de nem annál van, hanem itt van. Az alapanyagoknál. Jó, most már nincs rá szükségünk, úgyhogy nem gond. Egyébként azt... Milyen homok VR-szerű időjárásom. Ja, el kéne menni küldetésezni. Van 4 darab lockpick-em. Egyébként lockpickünket nem tudnánk vönni még. Mert ezt bírnám. Ja, még valamit meg akartam nézni, szelszámok. És kellene csinálnom egy fém csákányt, mielőtt nekiindulunk, mert akkor azzal szét tudnám ütni a dolgokat. Ugye azt hiszem, hogy iron a izét, azt tudok csinálni. És mi az, ami nekem nem volt hozzá? Duct tape-em, szerintem ledarom minden is van. Ugye ötöset fogunk csinálni, ezt meg is trekkeljük. És ilyenkor az ötöset is trekkeltem meg. Ja, csinálok egy ilyet mindenképpen, mert már agy... vérzést kaptok, hogy nem ezt használom, úgyhogy először azt fölvegyünk, aztán ezt megcsinálom. Igen, ezt a pisztolyt, ezt lehet, hogy használni fogom, gyerekek, remélem. És van, jó, olyan javítókészletem. És nem baj egyébként, hogy a javítókészletet választottam, most az, hogy abból a lőszerből kaptam volna 50 darabot, azt nem váltotta be, olda meg a világot, meg még ráadásul váltogathatok rá, tudom, hogy egyébként nem olyan nehéz, De tényleg nem az a prioritás. Igen, és emiatt ugye, hogy ilyen hosszúra van állítva a 24 órás ciklus, emiatt az éjszaka is böszme hosszú lesz, nem tudom, hogy fogjuk bírni, ki fog ez derülni, lehet, hogy el fog szabadulni a pokol. Valahogy egyébként nagyon sokan nem érzik azt, hogy játszom én, mármint oké, tudom, hogy kivetek el hibákat, viszont szeretnék spontán játszani, és engem nem zavar, hogyha hibázok, engem nem zavar, hogyha például ezt most amiatt, mivel ilyen hosszúra van állítva az éjszaka, szét fogják cseszni az egészet, nem gond. Gyerekek, ez egy játék, basszus. Egy csomóan nem tudom ilyen, jó, igen, gondolom, akik nagyon régóta játszanak a játékkal, azért szeretnek maximalistaként játszani, és szeretnék ezt is elvárni. De viszont, én szeretnék ilyen halálspontán játszani sokszor, szóval ezt nem tudom ezzel. Nem tudom szebben kifejezni. Egyébként ezt nem... Ez fontosabb, hogy van? Lockpicket tudnék ám csinálni. Mi kell hozzá? Most kell hozzá, meg mechanic parts. Az tök jó, de egyelőre nem azt csináljuk meg, hanem... ezt csináljuk meg, mert megint más dolgokon jár az eszem. Aztán soha nem lesz semmi abból, amit... Ebből a fém, ezt egész eddig húztuk, gyerekek. De most meg fog történni, gyerekek, az esemény. Képzeljétek el, olyan dolog fog történni, igen. Az milyen idő van. Hogy le fogjuk craftot. Azt hittem, hogy jön valami zombi. Húristen, nem megettem. Na, ezt már craftoljuk le. De jó! És a hatosot nem fogjuk tudni, mert ugye az nem fog menni. Fúj a szél, mondom, mi ez a hülye hang? Itt meg ugye készül valami, vagy készült alapanyag. Közben még ezt csináljuk. Ja, igen, mondtátok, hogy nem kapkodjak annyira. Bocsánat. Próbálom egyébként pörgősre is csinálni, hogy valami történjen, és ne csak a reset basszuk, úgymond. Igen, még mit akartam csinálni? Akkor csináljuk lockpicket.
Csinálok lockpicket, gyerekek. Mechanik parts kell hozzá. Meg wash. Igaz, hogy... ja, magamnál is hagytam. És akkor... Szervetlen craft, mechanic parts. Jó, csinálunk néhány lockpicket, hogy ki tudjam nyitni. És ja, rá kéne rakni egyébként a lockpickingre is majd. Csinálok be egy 15 darabot, aztán jó világ, nem? 2 perc alatt megcsinálja az iron... jó, jó, mindegy. Nem akarom megvárni egyébként. Úgyis van nálunk néhány darab. Mit akartam? A szervesbe is jön. Ez jön ide. Ez a fa, ez nem jó helyre ment. Oké. Okay. Jó. Szerintem frankok vagyunk, menjünk a rákba. Vegyük ki, amennyi elkészült. 3 darab elkészült, 7 darab. 7 darab van, talán azzal azért elboldogulok. Jó. Meg vagyunk, ugye? És akkor ez ki fog kerülni. Igaz, hogy külön kellene akkor ugye egy favágáshoz is. Szóval ez nem a legbarátébb. Figyeljetek, ezt kirakom, ezt. A túszokhoz, jó? És akkor ide lesz neki hely. Oké, okay. Jó, rendben. Húzzunk a vérbe, akkor küldetéseket fogunk csinálni. Biciklivel fogunk közlekedni, nem nagyon van üzemanyagunk. Ja, egyébként puskaport, azt lehet kézbe is csinálni. Úgyhogy az tuti jó, viszont... viszont annyit még csinálok, hogy viszek egy pár lőszert, jó? Mert hogyha nagyon elszabadul a pokor, akkor tudjak lőni, meg a madarakat jobban szeretjük azzal leszedni, jó? Úgyhogy azért még visszaugrunk. Majd megnézzük, hogy egyébként... Aha, akkor viszek izét is. Ilyen lőszert, jó van, az 300 darab. Sőt, jó, így viszünk, és akkor tudunk ebbe is lőszert pakolni. Ez se rossz egyébként, nekem tetszik. Igaz, hogy nem vagyok nagyon rápakolva, viszont ez default elég nagyot sebez. Mennyi ennek a sebzése egyébként? Ja, hát ez 68-at sebez, az AK-nk az meg 48-at. De ugye van hozzá lőszerünk is, meg az AK-nk roblik az alapota, úgyhogy tök jó. 22 másodperc és kész a vas. Kész a vassákán, gyerekek! Örömünnep van, basszus. Egyébként azért nem vertem szét, Norvég írta, valószínűleg lehet, hogy még írni fogjátok, mert még pár órája került ki az előző rész, csak ugye minden nap ebből azért megy egy rész, megy egy videó. Ja, írta ő, meg valószínűleg írjátok többen is, hogy ott hagytam ugye a lootot, hol a becekli? Ezelőtt, ugye a főlootot, azt a szétverhető ládát, a szándékosan, ugye azt mondtam is akkor, hogy nem akarom ütni nagyon sokáig, csak kizárólag izé volt nálam, kő, balta, meg még ráadásul nincs mining skill-re, nulla van pakolva, tehát ilyen iszonyat piciket sebzek rajt a ládán. Még ezzel a még ezzel az iron csákánnyal is, csákány, ezt a szót kerestük. Szóval sokáig tartott volna, azért hagytam ott, mert gondoltam inkább előbbre helyezem a Imore, ezt meghalott öcsém minden is. Mondom, inkább előbbre helyezem a szórakoztatást. Feláldozom magam a szórakoztatás oltárán, mint hogy kiszedjek belőle egy lootot. Nyilván, hogyha lehet nem videóba csináltam volna, akkor eláldogáltam volna ott, mert nem hajtott a tár, elütögettem volna, de tényleg nagyon sokszor inkább azt szeretném, hogy valamennyire pörgős legyen a videó, hogy ne egy tökölés legyen, és gyakorlatilag azért egy csomó mindent próbálok csinálni egy részen belül, és tényleg az, hogy dinamikusan történjenek a dolgok. Néha emiatt igen, elsiklok pár dolog felett, vagy pedig tényleg úgy döntök, hogy inkább... Ugye, gyerekek, milyen fos idő van, hallod? És oda nézzetek, mi van végre, és szépen bekékülnek itt a dolgok, meg majd később tambá is rózsaszenednek. Ez mi egyébként? Ez egy sima lakóház. Na jó, adjunk neki. És nem itt kell bemenni? Jaj, de jó. Kezdődik, anyu. Jó, de ebből lesz a bit gond szerintem. Ó.
Olyan luftokat ütök egyébként, azt tudom. Ó, ez egy izé. A mezőgazdasági centrum. Na, a csávó. Ez jó, mint van lesznek magok, egy csomó mag. Ja. Várja, csak ez a baj, hogy most. Szükségem van azért erre is, vagy ezt mondjuk ökörle is ki tudnám ütni, vagy nem tudom. Ugye, hogy ezeket összegyűjtsem. Úgyhogy már megint egy problém. Nem van, kiütök én mindent. Azt majd utána szortírozzuk, ebbe is vannak gondolom. Vagy ez az ilyen mezőgazdasági bód, vagy nem tudom mi akar lenni, vagy... Zöldségbód? Ezekből kiszedem, aztán valami csak lesz, mondjuk ilyen háromfa, meg ilyen... Nem baj, az a jó! Gyűjjön az akció! Hátam mögött, Nuku. Imádom egyébként az akciót. És már nem, hogy nem félek a zombiktól, hanem egyenesen örülök neki, mert tök jó bírjuk. Na 150, 150 a izém, max HP, mi a haj, de jó, imádom. Azt nézem, itt nincs valami. Ez erős lootok. Egyébként, ja, igen, valaki írta, hogy hát mindig sírok, hogy szar a loot, aztán nem rakok a Lucky Looterre. Hát igen, nem rakok rá, mert ugye másra elment a dolog. Emegy másra. A scale point. Úgyhogy ez ilyen. Jó, hát ezek a magok miatt megnézem meg, igazából belutolok mindent, azt majd szortírozunk, vagy nem tudom. Jó, gombamag. Ugye gombát azt hiszem izébe lehet csak ültetni. Ó, ott van a krumpli mag, viszont az köllött. Nyugtatót beadom, testvérem, ne aggódjál. Az rendesen beakad, nem tudom miért. Hogy így nem beakad, hanem ilyen belassulós téma van. Egy kis cash. Ott van ez a szar, de egyébként most meg már nem lesz rá szükségünk. Maximum 6-os cuccot ugye, hogy megcsináljuk, úgyhogy nem érdemes gyűjteni. Akkor nem érdemes gyűjteni egyébként már csak az ilyen alkatrészeket, meg érdemes, jó, tudom, hogy érdemes, meg mindent szedjek össze, mert szemét is jó lesz majd valamikor. Amikor már ugye mondjuk 6-os armor meg lesz fullba, akkor már igazából minden le van szarva, úgymond. Meg hogyha az úgy legjobb fegyvered megvan, akkor igazából onnan már nagyon nem tudsz mit. Nem tudsz mire gyűjteni, nem? Akkor igazából fenn kell tartanod magad, meg legyen lőszer, azt Isten áldja. Mármint ugye meg lenne egy 6-os szet, abból amit szeretnél, amit leginkább legcsűrűbben hoználsz. Úgy gyerekek, ezt látom, hogy itt vannak dolgok. Bevásárlóközpont. Áh, de jó! Jönnek! Nem jó? Mi a fasz történik itt, gyereke? Uha, egyébként ezt imádom. Olyan jó, hogy jönnek. Oh. Zsolt Söbő írta, hogy olyan, mint hogyha bekapcsoltam volna az IDQD-t Doom-ba. Kicsit olyan érzés, igen. De jó, ne, azért nem szabad elbíznunk magunkat. Na, itt lehetnek azért meglepék. Ugye? Hú, tisztelöbb, igen, valami. Ez kemény volt. Itten hédereztek a dolgozók, gyerekek. És lőszer. Kicsit azért aprincsunk ezzel. Egyébként lehet, hogy ezzel jó lenne. Kicsit megpróbálja a Keeper, jó? A férfi WC, fogadjunk ebből, lesz átfúrva oda. Ez annyira... Ez már kicsit klicsés. Mennyi jó cucc. Mennyi jó hely! Ja, itt üti az ajtót. Hello! Ez nem rossz ez a fegyó, na! És akkor most van az, amikor szortírozási van. Meg majd fogunk még szortírozni. Ja, hogy ez ide jutottunk. Aha. Fönt.
Fönt mindig meg kell nézni. Mert különben ott hagyom a lutat. Jaj, ne. Jó, ilyen csont. Meg figyelj, az a hópot, ezt kirobom, hogy mi ez, ez nekem nem kell. Ezt meg kell tanulni, nem? Aztán akkor valami lesz. De viszont ugye visszatudok attól még váltani. A Tier 4-es questemre, szóval az még megy. Csak éppen ha akarok, akkor rá tudok arra váltani, úgyhogy ez jó. Ilyenekbe is benézek, mert ebben volt a... Tudod, hogy micsoda. A Legendary Parts, ilyen szemétbe volt konkrétan. Na menjünk föl, aztán talán valami lesz. A mozgó lépcső nem mozog? A Keepernek a hangja nem ragyog. Kézigranat! Ez megy az eladásra. Ez nagyon gyanús volt, hogy itt ki kell menni, mi? Hát ez egy konkrét bevásárlóközpont, ahogy látom. Szóval ez nem... Nem az, amire gondoltam. Még oda bemegyünk, nyugalom. 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 Ó, itt el van torlaszolva. Lehet, hogy oda lehet bemenni kívülről. Itt be tudok ugrani én? Ha be. De biztos meglepnek. Nem. Nem szokott le senki. Nem szokott le senki. Ha mi franc van itt, gyerekek? Már teljesen. Jó, ez ott rohad meg. Itt meg a szánát, a szánát az kell vinni, a szánát. Gyöpp az nem kell, meg ott van megint a csont. Az se kell. Oké, okay, oké. Okay. Kumpli. A kumpli az kell, mert kumplit nem tudok ültetni. Meg a murky water-t is egyébként nem tudom minek gyűjtem, hogy annyi vizem van, hogy meg tudnék folytani benne egy horda zombit. Tényleg. Tényleg, komolyan, annyi vízem van. Na, itt valahol ki lehetett menni. Le kéne menni a bicikli, ez kipakolni belébi. Most aztán mindent elviszek, baze? És nem panaszkodhattok. Szerintem, hogy itt ennyi. Azt hittem, hogy valami komoly dolog lesz itt. Egy bőr! Wow! Ez Luigi-nak a boltja volt ez. Na, eltünk egyre följebb, ugye? Itt, itt vannak lezárt részek. Ja, itt voltunk. Itt van egy lezárt rész. Ó, ja, és nincsen lezárva, jól van. Azt hittem, hogy le van zárva. Gyártek, gyárekek, végjött a kipőr. Le akarja, fejbe akar lövöldözni beleteket. Most lövöldözök egy kicsit, mert ezt nagyon élem. Viszont lehet, hogy hordakor is lövöldözgetni fogok. Bum! Megettetek, mi? Ott van a szendvics, a takarítólének a szendvicse, hallod? Az egyet találtam, vagy kettőt, mi? Meg nem is halt meg, bazza. Na jó, mondja, gyerekek, a kalipacs az össze, szerintem jobban jön ki. Újra kell gondolni itt a helyzetet. Annyi loot van, mint a sar. Ez jó nagy épület, basszus, hogy még lesz szint. Ez mit ad? Run speed. Wow, stamina regen. Ott rohagy meg, megiszom. Itt kell fölmenni? De jó, itt föl lehet menni. Na gyertek! Gyökereg. Jaj, de imádom, imádom, hogy jönnek. Ez akkora élvezet ezzel agyon ütni őket, meg nem sebesülni. Szia! Ízéstől. Kerítésestől. Ó, itt egy izé volt, egy... Az. Tudod mi? Fegyverbolt. Fegyverbolt plusz lehet menni italt is.
Murky Water. Itt egy exit, ez halál komoly. Ez komoly. Hova lehetett kijutni? Cipő? Bejutottunk egy cipőboltba konkrétan. Ilyen armor part viszont lehet, hogy köllére kell. Figyelj, nézzük át, hogy mi van itten olyan, ami nem kell, mert vadulok meg. Jó, ez... Ez... Addra bőr nem kell. Meg ennek a, ez a fajta, ez nekem nem kell, meg ez a fajta se kell. Úgyhogy csodálatos. Meg négy darab fa, az lehet, hogy annyira nem. Inkább ilyen. Krumpli! Az kell? Mert nagyon kevés krumpli van. Egyébként újra ültettem a krumpli ültetvényünket. Azt majd megmutatom. Most már inkább a krumplira megyek rá, nem a izére, nem a kukoricára, mert kukoricánk az rengeteg van. Krumplink az, ami sajnos nagyon nincsen. Egyébként tényleg rohadt gyorsak lettünk. Mint jó gyorsan fut a karakterünk. Ennyi van? És akkor azt írja, hogy clear. Clear-eljük a területet, hát. Hol az anyámba, hiszen ma... Aha, még följebb. De csak úgy lehet följutni, érdekes. Ó, számítógép, more. Figyelitek? Billentyűzet, nagyon jó. És csak a papírt lehet hasznosítani. Ó, de jó fejhallgató. Lol, és tényleg csak a papírt lehet hasznosítani bele. Szomorúan látom. Na, megyünk még a főút, az még hátra van. Hű, bazza, hova estem, Rick? De mi, egy a... Dudi, az megbolondultak. Ű, more, ez... Hú, az, azt a betyár, ezek leugrálnak ide nekem. Akkor lesz a baj. Segítsetek kiásni itt! Higagyúak! Bazzer! Hallod? Nagy mákom van-e? Nem akarnak leugrani, hanem hülyék. Még ezek se esnek le, csak én. Ez lehet, hogy fájt. Ez egy vicc. Jó, itt is a csal. Haver, segíts rajta! Hadd menjek be valahova. Nincsen megint... Bazd, most dobtam ki a fát, hallodik. Nem tudok izét csinálni. Boxot. Building blokkot ebbé rak csinálni, tesó, segély! Erről beszéltem egyébként, a 3000-es blokkot eddig tart kiütni, borzolom. Nincsen sajnos olyanom. Ja, és ez zabálja a staminát, mint a disznaj. Meg még egy blokkot ki kell ütnem, hogy ugye be is tudjak menni. Faszol. Az meg ott ilyen kő lehet, hogy az még jobb lenne volna, meg kell volna élnem. Azért ez kemény üveg, hallod? No, fuck yeah. Csak lehet, hogy le fogok esni, nem merek megmozdulni. Se. Szegény ördög az nem nagyon tudja, hogy férjen hozzám. Gondolta, ezt a csávót... Bazze, nem szabad beengedni a játékba, hát bugoltatja itt a zombi hegyeket. Figyelj, itt erőködik. Szerintem ezt a falat próbálja kibontani, bár... Ja, jó. Még jó, hogy csináltunk ilyen csákányt, mert itt lennénk reggelig. Na ezért nem bontottam ki a 7500-as ládákat, gyerekek. Most már remélem, hogy érzitek a törődést, hogy nem kellett végignézni. Ezt meg ugye muszáj. Hát már nem tudom, hogy át tudok-e oda ugrani. Úgyhogy nem esek le. Bízzunk benne.
Nulla stamina. Lehet egyébként a bunkos botommal nagyobbat ütöttem volna. Na mindjárt ugrunk egyet. Na bazd meg! Azt a betyár úristeneteket. Hát itt most már újra jövünk, újra táblárnyerővel, akkor nem is... Jaj, ne, hogy... Jó, nem is volt rossz ötlet, hallod el. Jó. Még a végén szerencsém lett. Sasza meg long drive-ozik! Most írta ki neki. Ez tök jó egyébként. Ne! Megőrülök! Van lefele, vezető út. Igen, valamit okozunk. Hát ezt nem hiszem el! Babáim! Remélem, hogy nem az lesz, hogy beesünk a föld alá, vagy valami lift aktába, ahonnan nem lehet kijönni. Szegény zombi az meg úgy küzd, mint az állat, hogy elérjem, de... Várja, mi van itt? Nem tudom, hogy le lehet menni, de azon sem nem ette meg, hogy beszorultam ide, komolyabb oldalom. 5000-es, bazze, hát a szem álljon meg. Hát az hihetetlen. Most dobtam ki a fát. Most. Pont most. Ne. Ezt meg így ki tudtam ütni Isten, bazze. Na, valahol lejutottunk. Jaj, de jó. Hát hol vagyok, bazze? Te Isten, gyerekek! Mi volt ez? Hallod, fölkészültek a készítők, hogy lesz olyan hülye, aki bezúvan az liftaknába. Ugye? Az meg megjött. Kár volt. De ez nagyon beteg. Ez... Hogy konkrétan... Beestem a liftaknába, gyerekek. Meg valami kigyó is sziszereg valahol. Hát ez több mint, volt, mint vicces. Ezt nem hiszem el, hogy ez megtörtént valam. Mint egy kabaré, jöhetek újra. Ott egy létre egyébként fölfele a háztetőn. Á, ez brutális volt. Na, mindjárt megyünk újra tábla föl. És akkor próbáljuk meg erre ugrani. Hát, a szemük álljon meg, hogy a másik irányba le lehetett esni. Na, gyertek rám! Legalább valami akció legyen. Itt van másik quest is rá. Jó, nincs senki? Jaj, nehogy azt mondják, hogy izé, hogy még az a zombi van, aki leesett, mert akkor megőrülök. Itt minden is zárva van. De mondjuk még kellene lenni fölútnak, vagy valaminek. Még van itt komoly dolgok. Ugye még megnézem ezt, aztán megyünk tovább, gyerekek. Ja, itt is föl lehetett volna jönni. Jó van, oké, menjünk. Meg itt is föl lehetett volna jönni. Meg le lehet menni. Ne kérdezzétek, hogy merre menjek. Jó van, jönnek. Jó helyen vagyunk, gyerekek. Jó helyen vagyunk. Ez egy kicsit nyögvenyelős. Render zombi baba. Hiper tiszta. Kaka. Szaszom, nem tudom, hányszor indítja a long drive-ot. Szaszom, barátocskám. És mindig clear-elni kell. Az a nagy problém, hogy eddig még nem találtuk meg a főútot. Úgyhogy valahogy nem vagyunk jó formában. Azt mondjátok, hogy még az hozzátartozik, ugye nem? Talán nem. A tökönben van a főút. Ez így nem babac. Erre talán? Shit! Nyugtalanok ezek nagyon. Na gyere már! Végre egyik kijött. Komolyan mondom. Most mindenhol ilyen varókészletet találok, tök brutál. Egész eddig nem érted, most mindenhol. Tudom, hogy már erre is jártunk, gyerekek.
Be kéne nézni, de nem tudom. Olyan ez az egész, mint egy rohadt labirint. Tus. Itt még nem jártunk. Egy rohadt labirintus ez az egész. Haló, van itt valaki? Megvan a főút. Na itt jönnek egy millióan. De miért nem jönnek... Radik. Csak stripper csajok. Egy Gründor zombi. Ez túl könnyű. Túl könnyű. Azt meg megvárom, hogy kiüssem. Mert nincsen rá. Nincs hozzá kedvem, hogy kiüssem. Azok majd szépen kiverik. Na. Gyerekek, ezeket a lootokat meg itt hagyom most. Csak hülyeskedtem. Júj, bazza, kikapnék a csém. Nem fogom tudni vinni. Na, előre látom. 16 szén marad, 10 darab benzin marad. 10 darab benzin. Kihangsúlyozom, 10 benzin marad. Gombát nem ültetünk. Jó, azok meg dolgoznak szépen. Tökéletes. Fogadjunk, ebben is varrókészlet lesz, azt hittem. Jó, az ott maradhat, nem számít. Nem hagyok el itt semmit. Murky Water. Megnézem esetleg... ja, hogy ez volt az a rész, ahova ugye nem tudtunk bejönni az egyik szinten. Hanem így körbe kellett. Kizárólag... Na gyerek, gyertek. Haj, de jó időzítés volt, gyere. Hoppá, hátra szaltó. Csávó felvett a hátára. Jó. És akkor most megnézem, mi van itt. Nagy büdös semmi. Mehetek vissza a traderhez. Jaj, de jó. Jó, oké, megyünk vissza a traderhez. Csak erre rápróbálunk egy lockpickkel. Vagyis egy 7 darab lockpick van nálam. Ó, nem érnek el, akkor is kegyétem be ezzel. Erre a lockpickingre lehet, hogy ki fogok rakni, komolyan. Mert akkor van olyan, hogy nem is töri el a, ugye a lockpicket. Na? Shubidubi! Csak szar, de mondjuk ez jó. Armor ratinget növel. De nagyon örülünk. De nagyon nem tudjuk hova rakni a dolgokat. Vagy a szügykös rohadt élet. Murky Water megy. Ilyenkor most nagyon szelektálás van, bocs ez. A lámpacskó megy, ez megy, egy darab olaj megy, meg a vas megy. Aztán akkor mindent is sikerült fölvenni, és majd akkor megcsinálja a képer magának. Berakjuk az egyik armorba azt az armor rating növelőset. Itt meg nem tudom leugrani? Elvileg ez a... Ó, dehogy nem, nagyon jó. Csodálatos, azért sikerült nagy nehez ez. Gyerekek, ez több volt, mint izé, több volt, mint szörnyű. Ez már én nekem fájt. Ez az egész. Figyeljetek, rakjunk be olyanokat, amik... Kaja alkatrészek, ezt meg megesszük. Aztán akkor nagyjából tudja az ember, hogy mi a szitu, meg ezt a homokot is kirakjuk. Meg akkor csináljuk azt, hogy már megmodoljuk. Azt hiszem, a sisak az fullon van. Ebbe rakjunk. Modi. Nem engedi belerakni, miért? Miben rak lehet ezt rakni, bazza? Ne! Csak heavy armorba nem engedi belerakni, hallod? Heavy armorba nem engedi. Abba nem rakhatod be, mindenbe berakhatod, csak heavybe nem. Mert nagyon jól érezzük magunkat megint, köszönöm szépen. Thank you very much. Merre kell menni? Arra. Rendőrautó. Rendőrautót nem hagyjuk már itt, hallod? Ne vicceljél. De várj, ezt már szerintem... Ezt már kilutoltam egyszer, amikor így nagy buzgó voltam. Még jó, hogy nem, itt szétverem, felrobbantam. Jó, futkorászatok ám.
Nem is rossz jó irányba, vagy nem is jó irányba futsz, testvérem. Jó, hát a Terminator set az megvéd mindentől is. Úgyhogy az mázlim van azzal. Ez ilyen bolond biztos set, gyerekek. Ez nem Raider, ez Keepernek kell nevezni. Keeper set. Keeper vedd föl, azt akkor talán túl tovább. És egyébként nem oltunk meg olyan sokszor. ja, öt halálunk van, abból tényleg kettő vagy három ilyen full damage-es volt. Jó, még kéne küldetést csinálni, tök ráérünk. Meg akkor ugye extra hosszú horda várás lesz. Hát nem tudom, hogy mi fog belőle kisülni, lehet, hogy meg fogunk halni. Ezt nem tudom előre megígérni. Kalapáccsal ütjük őket, mint a répát. Valószínűleg egy darab skill pontot minimum be fogunk zsákolni azért közben. Azt meglátjuk, gyerekek. Nyugi, nyugi bugra, nyugi bugi. Ja, hát még egy questet meg kéne csinálni, hogy jöjjön a pénz, jöjjön a minden, meg majd ki kéne pakolnunk. Oda, én most flexelek ám a izőm, a fém csákányom a gyerekenek. Meg ugye kellene egy balta is, egy fém balta is kellene. Na tesó, mit szeretné adni crafting magazin kellene nekem? Macsét a crafting bundle, battery bank bundle, mill mods. De hát az a baj, szerintem mind megvan. Jaj, hát ez körülbelül minden van, gyerekek, nem tudom mit. Hát, hogyha bemákolunk valami jó milli módot, de hát szerintem biztos nem. Jó legyen az. A macsét az abszolút nem érdekel. Na, valami munkád van? Itt ez van legközelebb, úgyhogy ezt fogjuk csinálni. Oké, babám, köszi szépen, jók vagyunk. Na tényleg egyébként, nem egyáltalán nem panaszkodom, elég ügyesen csináljuk. Na, ki kellene pakolnom nagyon gyorsan. Ami nem kell... Az itt marad, mi a szar ez az én könyv? Bortelelni nem szabad. Amíg a pénzt azt eladhattam volna neki. Ha más nem. Jó, ezt mindjárt megnézzük. Most tudnék csak egyes üzét kés csinálni, beszarok. Ez meg szerintem pont egyik se jó, ez is üzére jó. Klubra, meg ez is klubra jó, a másik az meg azt hiszem, hogy pont benne is van nekem, úgyhogy ez így kaki-maki. Ennek az egy magnak tökörülök, komolyan. A krumpli magom nincsen, gyerekek, nincs krumpli mag. Oké, várjál már, ezt is rakjuk ki. Oké, akkor megyünk még ezt a küldetést mindenképpen megcsináljuk. Aztán valami csak lesz. Merre kell menni? D-re. Őha, gyárekek, ha hova kell menni? Igazán remélem, hogy valami jót ad már. Most ilyen infected, vagy minfected, vagy mi a francom nincsen. Annak attól szomorú vagyok. Most meg már tök jó állunk. Jöhetné. Érdekes, most meg nem jönnek izéve, tízesével érted a zombi bombik. Mármint a radi zombik. Sosa megint járt. Ti látjátok egyébként a izét? Hogy a Steambe éppen Sosa 1000-re tolja a long drive-ot. Nem adja föl. Már kétszer elment neki a mentése. De azért nem adja föl. Szilaj akaratát nem tudom kitől örökölte. Kitartóságát. Kitartósága. Na, ez egy új magyar szó. Jó van. Gratulálok, Keeper. Na megnézzük, mi van itt. Remélem valami nagyobb. Ó, valami bázis. Valami nagyobb. Valami nagyobb. Remélem, hogy valami szuper. Kutya-butya meg valami rét. Várom a zombi hordát, csak kicsit félek attól, hogy ugye zombi horda lesz. Rettenetesen hosszú lesz.
Nagyon-nagyon lassan fog menni az idő, mivel ugye 120 percre lesz állítva. Jó, ez katonai bázis, ez tök ugyanolyan, mint amit kirutoltunk szerintem, vagyis hasonló. Nagyon, nagyon nem olyan, de hasonló. Hol vagy? Hol höröksz, testvérem? Alávertem olyat, öcsém. Na, akkor. Ez tök hasonló, de ez tök hasonló egyébként. Csak máshol, ül bazd. Na bazd. Hát ebben nem bízok, ebben a kutyliba. Jó, hogy van ez a fegyverünk is. Na gyere babám, hol vagy? Madár? Jaj, gyerekek, már kezdődik itt az otromba viselkedés. Meg szerintem fel vannak a toronyba, vagy nem tudom. Ott meg ballag egy katona. Ballag a katona. Szájába a csutora. Ujj, mellé ütöttél, gyerek, mellé. Ó, itt volt a kulcs, itt kellett kinyitni. Ezeket meg kell tanulni, bázza, mert nem tudjál a képet. Szerintem egyébként ezek fönn topzódnak. És mivel ki kell pucolni mindenképp a területet. Vagy van ez belül? Emiatt ki kéne nyírni őket. De nem biztos, hogy itt vannak. Egy ütéssel kettő, bazza, mi volt ez, hallod? Ez brutális volt, tök jó. Bírom nagyon, nagyon bírom. Egy ütéssel kettő, és ez különben tök jó rajt, hogy területizni kell a weapon. Weapon. Hát ez nem ez nyílott ki. Mi nyílott ki? Ja, itt nyílott ki oldalt. Jó, mindegy, megyünk be. Nem itt nyílott ki, vagy mi nyílott ki? Minden be van zárva, bazza. Milyen cool, mi nyílott ki? Ott a másik oldalt, eha. Fölmegyek ide is, mert hogyha clear zombi van, tényleg ki kell őket pucolni. Jó napot! Senki? Ú, de kár. Egy kis stamina, legyen a keepernek. Van itt hol valaki? Azt nem tudom. Ki az ajtón? FBI, up and up! Hoppa. Kizsebeljük őket, gunyákat. 11 lősze, komolyan mondom, olyan loot van, bazze. Szív leszakadt, hallod? Semmi nincsen. És igen, rejók az élve nincsen loot. Igen, sírok érte. Ó, már hallom a jó hangokat. Gyertek rám! Szevasz, testvérem! Gyertek rá! Ne gyertek rá! Bazen én jó... Hogy eléri a vasakat és olyanokat tráverek, majd kiszakad az ajtó, odébb megy 3 métert. Itt itták a kávét a dolgozók. Ez beleromadta izébe, beleromadta. Ebben biztos csak papír van. Ne! És megint meghazudtolódtam. Na, armor alkatrész az volt bőven. Szuper, jó, végre fasz a gyerekek! Ezt megesszük, ezt leszkreppeljük, azt elrakjuk. Ezt nem lehet lootolni, nem szép dolog. 12, megint 12 darab benzin, 19 darab benzin. Gyerekek, annyi cucc van egyébként, csak nagyon sokat res. Ezt oda, megugorja? Ki se fogok tudni jönni, mi?
De hát igazából minek ugorjak be, nincs ott semmi, úgyhogy nem erre kell menni. Minek ugorjak be oda? Nincs ott semmi. Bekopogunk. Diszkréten. Hello. Hölgyem! Segítség, várjon! Úgy. Hölgyem! Nem hiszlek el, bazza. Ezek meg vannak keveredve, na! Úristen. Elvileg azért kell ezeknek fejbe ütni, jobban sebb, ezt gondolom, mert az agyukra hat. Hát de, mármint az agyukat nagy sebzés éri, de hát azért... Köszönöm szépen. Nem annyira... veszélyes ez az intelligencia, amit leművelnek. Még arra, még tovább? Jaj. Várjátok, itt... Mint ő mutatja ezt a táskát, ezt lehet, hogy meg kéne szörözni. Valahol. Ennek a tetején, ennek erre föl lehetne mászni. Jó, hogy szöges drót. Le is tépte tökömet kicsit. Hát bazza, hogy másszak arra föl, hallod? Ó, de jó. A habos sütemény. Ne kéne verni innen ezt a szöges drótot. Gyerekek, ez ilyenre is nagyon jó az a fegyó. Aha, aha. Hát nagyon huncut dolgok vannak itt. Nagyon huncut dolgok. Odaj! Sikerült. De egyébként az tök jó, mert szinte nem sebződsz. Mármint, ez tényleg ilyen bolond biztos. Jön a Keeper. Összekapja a zombi hegyeket. És tényleg most nagyon keményen direkt összekapta őket. Borúnak, bazze! Na jó. Csak mert éppen nem volt staminám, mondom nektek gyerekek, nem tudom, hogy ez hogy jött. Lol. Minden oké egyébként, jól vagyok. Semmi gond! Minden fasza! Tesztelünk gyerekek, no problémo! Ezt így terveztem. Ez a terv. Semmi gond van gyerekek, semmi gond van. More. Jó azért. Meg tudják tréfálni az embert, na. Az anyád picsája. Jaj, nem még egy kutya! De nem ezt akarom kiválasztani. Hát hányan vagytok gyerekek? A kurva kerítés! Ó, bazza, gyerekek. Azért az jó sokan voltak, dikaz! Kurva jó. Meg kell vagyni, kurva jó.
Jó, regenerálódjunk, aztán valamit mindjárt összehozunk, hát semmi gond nincsen. Nagyon élem, ette meg. Jó, semmi gond. Rohadt van, vannak még mindig, bazze. És most, hogy összeszedtem egy helyre az összeset. Azt a betyár! Hát nagyon mocskos. Nagyon mocskos a helyzet, bazze! De ezt tényleg egy kicsit olyanra akartam, hogy beállok. Tudtam, hogy sokan jönnek. De mondom, leteszteljük. Jó van, baza. Pihenj. Imádom, imádom, nagyon jó. Imádom, adrenalin! Na itt van még egy hülye valahol itt üt valamint. Szerencsétlenje itt a szemben. Na. Körül kéne nézni, mert igazából szerintem kipucoltuk mindent. Összerántottunk annyi zombit, hát ez hány darab volt, gyerekek? Ó, egy mód. Hány darab volt ez? Most ez halál komolyan. Mennyire tippeltek? Szerintem ez volt egy ilyen 20 fölött biztos, nem? Vaj, de utálom, hogy ezt adja. Mi volt ez, bazza? Az anyád úristen, még vagytok? Ja, hát szerintem egy 20 fölött volt ez a zombik száma. Brutális volt. De viszont rohadt jó volt. Élveztem. Imádom, amikor egy kicsit így kockáztatjuk az életünket. De jó volt. Nagyon élvezetes volt. Szerethető. Ú, nehogy már mi ez? Oda nézzé. Még egy van egy föld alatti részünk. Jó, gyorsan itt végigfutok. Nem tudom, lehet, hogy oda, arra kell menni tovább. Hogy valamit elfelejtsek. Ebben voltunk ugye, itt jöttünk végig. Hát akkor pedig csak az lesz. Meg a tornyok. Hoppá! Itt van a főút. Ja, oké. Okay. Ja, ezzel egyébként gyorsabban kiütném szerintem a dolgokat. Ja, itt van egy ilyen föld alatti. Bunker-binker. Nézzük, hogy ez mennyi a izéje. Az csak 1000, és az... Mennyi? Hülye, hogy 21 000-es, hallod? Azért azt nem sokkal van egy kicsit 21 000-es. Ja, az a baj, hogy elég szar a HP-m. Viszont... van egy ilyenünk. Azt lehet, hogy ide berakom, aztán nagyon elszabadul a pokol, akkor majd... tudok vele valamit kezdeni. Meg még egy ilyet rakunk. Ez nagyon fun volt, ezt nagyon szerettem. Gyerekek, ide leesse előcsév, már egy tokosba kéne megcsinálni, hogy ide essünk le először. Itt az a baj, hogy nem lenne terem futkorászni. És akkor itt meg fognak hágni, meg eléggé le vagyunk amortizálódva. Mi kell erre? Mindig elfelejtem. Erre. Vitamin. Mindig az nincs nálad egyébként, ami kellene, ugye?
Jó, megint bele a izébe, szöges drótba. Na bazd a gyerekek. Fufufufu. Egyébként itt van egy izé, itt van egy. Szerintem kinyitja a felsőt, szóval ne leesünk, gyors kinyitjuk. Javító készletet nem hoztam magammal. Ja. Mondom, ha megtámadnak, akkor ez mi? Gondoltam, hogy baj lesz, de hogy ekkora. Hú, sokan vannak. Ú, de mennyien sokan vannak. Nagyon sokan vannak. Gyere, ugorj rá már le, vagy valami legyen, vagy most hova mentek? Fölmentek be az oda. Nem vagy itt csatok. Jó, semmi gond. Szerintem ezek fölmentek oda, mindjárt le fognak esni. Jó, van azért fosok egy icipicit. Ez meg volt. Most kéne egy gránát, nem? Nem volt gránátom? Kíváncsi lettem volna. Úgy, úgyis mindig az nincs, ami kellene ez különben. Úgyhogy ez nem meglepő. Na már üssétek ki azt a valamit, légy szíves. Hát komolyan. Már jó lenne valamit okozdátok. Ja, ilyen helyre föl lehetett volna ugrani, bár aztán ezt a sátrat lehet hamar kicsapták volna alólam. Na, én itt rájuk látni. Jaj, de jó, leugranak. Gyerek. Cigány dolog volt, de hátba lőttelek. Meg volt, 1300-at kaptam XP-t azért egy mukucsér. Úgyhogy elég kemény volt. Jó, nem megyek. Faszotokat, fasz le, még mindig vagytok. Ja, igen, basszus, írtátok, hogy a... Hogy kell előhozni azt a szart? Ezt, hogy ezeket izéljem, hogy vegyem át és kapok érte XP-t. Az hogy van? És akkor ezekért kapnék XP-t, csak nem vettem át. Amik zöldek. Nem tudok olyan, hogy all. Ez az is adresszám vagy valami. Ez köszi szépen, hogy írta valaki. Hogy vannak ezek az ilyen, olyan, mint egy ilyen achievement-szerű valami csodák. Ezekért, hogyha ezeket megcsinálod, azokat folyamatosan kapod az XP-t. Ugye már megcsináltunk például ennyi trade-át. Hát mondjuk nem túl sok XP-t ad érte, de ilyen 2000, 2500, 1000, 2000, nem látok olyan, hogy összes árvétele, ennyi az össz. És ott meg mutatja ugye, hogy hol tartok körülbelül. Jó, hát ez is volt egy negyed szint, köszi szépen annak, aki írta. Ez mi új itt is van. Nincs olyan, hogy az összes árvétele bazza. Várjál, nyom W-vel. Ilyen egyel gyorsabb lesz. Gyerekek, ezzel majdnem lépek egy szintet. Nagyon szépen, köszi. Király vagy, köszönöm szépen. Majdnem egy szintet kaptam tőled. Attól, aki írta ezt a dolgot. Ezért tök jó egyébként így játszani, nagyon kellene. Hallod? Figyeld. Mit csináltál bazza? Mi van ottan? Csak most meg, ásom nincs, de jó egyébként. De van, ja ott az ásom.
Erre kíváncsi vagyok, mi van itt. Jaj, bazza, ez egy kiárat lesz. Találd már, milyen blokkot üt ez, bazza. Nagy fasztból kiárat, de lehet, hogy körbe is lehet menni. Sírok, komolyan sírok. Megint a nyilvessző, jaj, de imádlak, komolyan mondom. Hol a fasz? Na, hál' Isten. Ezek nem is, ezek csak szimulálnak. Ezek tudnak állni, gyerekek, láttátok? Ácsorgott a csávó, bazzer. Hú, micsoda katagomba rendszer, de őrület. Na jó. Itt lesz a főút, az tuti. Hány óra van? 15.50 valamennyi, de jó. 16 óra. Na, azt imádkozzunk, hogy legyen valami jó. Ilyenkor egyébként ilyen lootoló... Ilyen lootolós izét kell fel kéne venni, meg ilyen buffokat benyomni, nem? Vannak ilyen kaják, lehet, hogy érdemes lenne azokat hordani, és akkor ilyenkor lootolunk egy nagyot, akkor bezabálod aztán, hát, hogyha kijön belőle, van egy csoda dolog. És ez komolyan visszateszi... Ne, láttátok? Visszatette bazza, mindig ugyanoda! Várja, megpróbálom ezzel, hogy mit ver rá. Ez szerintem egyre gyorsabb, csak majd a staminát kellene tölteni. Hallod, visszatette háromszor. Háromszor visszatette. Három másodpercre és nem tudta megcsinálni. Hogy olyannak érzem magam, mint basszus, a Conan a pusztítóban volt egy ilyen nagy buzogányos sávó. Nem a barbárban, hanem a pusztítóban. Nem is tudom, mi volt a neve. Azt hiszem, egy valami nagy kosárlabdás, vagy valami amerikai foci játékos játszott. Körülbelül az harcolt ilyen batár nagy fegyverrel. Nem, mint hogy a Schwarzenegger nem használ volna egy emberméretű kardot benne. Tíz darab benzin, bazás, mennyi egy deci benzin benne van? Emelhet a francba, komolyan boldog, aki ezt itt így ezt összehozta most. Komolyan, ez szánalmas! Ja, mind a két oldalon volt csapóajtó. Jó, megyünk haza, gyerekek. Hát azért nem volt ez olyan egyszerű kell. Szépen izéltünk, szépen csináltuk a dolgokat keményen. De még jó, hogy nem ismerjük a kilincset ezek a hülyék. Hogy izéli így ütik az ajtót. Meg lehet őket tréfálni. Ja, okosabban csinálta volna az ember, nyilván nem sebződik ennyit, meg ilyesmi. De kíváncsi vagyok tényleg, hogy így a határokat feszegetni. Hogy mennyire tudja. Gyerekek lófasz tud volt itt, bazza. Megint nincs fegyver. Az a nagyon durva, hogy fegyver lootot én nem látok. Normálisat. Egyes AK. Egyes izé, vagy kettes Magnum, meg ilyenek vannak. Legalább lenne egy mit, hogy kapnék egy 5-ös AK-t, ezt akkor jó világ, vagy egy pump action shotgun-t, vagy valamit, nem tudok craftolni. Nem tudom. Szar a helyzetünk, gyerekek, nem vagyunk boldogok. Jó, megyünk, leadjuk a küldetést. Hát jó, egy kicsit össze kéne kaptunk magunkat, jó, ibázz-e. Meg kell varnunk a kezünket, vagy valamit kell csinálni. Meg kéne egy vitamin is. Most már ugye a varókészletet oké, hogy gyűjtjük, de nem létszükséglet, mert ugye most már van jó armorunk. Bár most ezt jól leverték, tök jó bírja az armor. Van jó armorunk, tehát a 6-os armor tudjuk majd lecraftolni, hogy legendary part lesz. Egyébként nem tudom, hogy a... Lehet-e?
Legendary part. Az mi az ott? Egy sátor. Hogy is hívják nál? Tradernél. Egyébként tök jó el lehet közlekedni a biciklivel. Jó, mondtátok, hogy egy ládát ott hagytam ezelőtt. Hát azt mindig ott hagyom a ládákat, úgyhogy ez nem újdonság. Mármint egy ilyen sima ládát ezelőtt a... Ezeket meg ugye már újra tervettek a lootok, úgyhogy kellene nézegetni majd. Egy ilyen Chemical Station az nem lenne rossz a képernek. Na mit kapok érte, bazza, ezért eljöttem valaszára. Semmi értelmes, ez komolyan, ez kell. Ó, na miért ad ilyen dupla lootokat újabban? Vagy mi a pöcsön van? Gyerekek. Mi történt ezzel a izé? Bebugoltuk, vagy mi? Mi a fasz? Mi történt? Ne! A challenge-ekért ez ad dolgokat? Ne! Ne! Azt az anyád! Voltak olyan challenge-ek, amiért kapta bizéket. Cuccokat is. Uuuuh, de jó vagyunk, basze! És most is komplet lett valami challenge emiatt, mert ugye... Nem tudom. Ja nem, mert voltak olyanok, amiket el kellett jönni azt a leadni. Azt a betyát! Te Sanyi, nagyon ott vagyunk a toppon. Ő viszont ezt a módot, ezt egybe berakom, már megint legyen valami... Azt hiszem, hogy ebben még biztos, hogy van helyünk. Nehogy vetlen scrapet nyomják, megőrülök. Ja, és akkor ebben kapásból... Figyelj. Igen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 helyünk van. És egy úre jó volt, ez nagyon jó, ez nagyon értem. Clear zombi van, meg van egy Nighton League. Egyébként szívesen megcsinálnám még ezt is. Az a baj, hogy össze kéne szednünk magunkat, meg nagyon kajám sincsen. Viszont 10 dogpickünk lett. De jó! Fú, mindenki várja izét, biztos oda pörgettetek. A legvégére megnézni meg döglöke. Így meg még nem tudom, ez mekkora durva, hogy ti már tudjátok. Hogy megdöglök-e, én meg még nem tudom, hallod. Azért az úgy nem baráti. Nem szép dolog. Az minek a módja? 15%-a gyorsabban tárazunk. Szóval kell rakni? Mibe kell belerakni? Ezt ugye ruhába lehet? Valószínű, hogy ruhába, ugye? Jó, hát ez marad. Ebből viszont nem kell szerintem sok, mert... Ja, meg van ilyen armor átütő, ugye? AP? Azt hiszem az armor átütő. Meg van a HP, amelyik... Többet sebez talán? Nézzük. Azt hiszem ebben van bőven hely. És ezt nem tudom belerakni. Nem írja ki ilyenka? Ez végig csak ilyen vapor mód lesz, hát... Vagy pedig ilyen. Aha, ilyen. 15%-a gyorsabban tárazott, mindenképpen kell. Viszont akkor azt csináljuk, hogy megnézzük, hogy... Ebbe meg be tudom rakni ezt, ugye? És akkor már is jobban vagyunk. Fasza, nagyon szuper. Ja, hát fel kellene mennem összeszednem magam egyébként. 17-22 még bőven belefér. Gyorsan felugrok, jó? Meg jaj, várjál. Ha már egyszer fölmegyek, bár... Akkor lehet, hogy valamilyen szisztematikát... Nem tudom, most ki... Pakoljak? Pakolunk. Valamit viszünk fel. Egyfajta dolgokat, és akkor azzal úgy elboldogunk. Ez meg mondjuk jó lenne nálam, ezt meg mondjuk használom egyet. És elvileg akkor az eltűnt, az szuper. Jó. Oké, gyerekek, a maradékot meg majd fölviszem. Kell nekem, várj, nem volt vitamin itt véletlenül bent? Akkor nem kell felmennem ám.
Nézzétek, vitamin van-e? Rohadtul nincsen. Minden van, csak vitamin nincs. Beszarolok. Majd 3 percig még le vagyunk kókádva. Jó, igen, és akkor ugye zombi hordát mindenképpen megejtjük. Hát jó rosszú videó lesz. Egyébként ne csodálkozzatok, néha elfelejtek dolgokat, mert azért 2 óra alatt én is elfáradok, főleg úgy, hogy folyamatosan még regélem az egészet. Meg próbálok pörögni is, meg egy csomó mindenre figyelni. Ja, hát még jó lenne egyébként csinálni még ilyen ütögető robotot is. Azt is meg kéne nézni, hogy robó, ha robot. Robotik ez. Egy ilyet jó lenne lecraftolni. Nézzük, hogy mi kell hozzá. Szerintem egyébként ez lehet, hogy minden van. Robot alkatrész. Oké. 120 vas, menj az anyádba, hallod? Jó, mindegy, lecraftolom. Viszont 30 darab bizony, az biztos, hogy nem lesz basszus. 30 darab. Ilyen nem, azt tudja, hogy nem volt, jó van. 30 darab rugó, ennyi, az pont van. De egyébként vissza húzom ezt. Aha. Egyik etteset tudok craftolni, jó lesz ez nekem, nem van szarva gyerekek. Jól sem berakom, jó? Nem 3-asat? 2-eset. Ahogy ne. Tökéletesek vagyunk. Meg közben, ha már egyszer. Van egy krumplim. Ez megy potátó szídnek. Oké. Okay. Muszáj, muszáj, mert krumpliből nagyon kevés, jó, ez még growing van. Krumpli magom az nagyon kevés volt, ültettem most krumplit, de nem sok van belőle sajnos, és ez tényleg kellene. Jó. Kell, az alkatrész kirakják, kirakjuk. A vasat kirakjuk. Más vas ugye nincsen, de a rugó és a fegyvert kirakjuk, és a szelvetlen craftot kirakjuk. Várjál, van itt egy gombamagom egyébként. Gombamagot nem tudom minek hurcolom, mert nem kell. Meg akkor a kaja alkatrész, ez ide. Pia alkatrész, ide. Oké, meg vagyunk. Meg akkor kirakunk néhány lőszert, hogy ne foglalja helyet. Azt ide. Hát szerintem ennyi bőven elég lesz. Meg akkor viszünk egy ilyet. Bőven elég, nem? Meg egy ilyet is kirakok. Szerintem ezzel el leszünk. Jó, akkor mi a szituáció? Igen, 18 óra van, 4 órán van vissza. Itt ez jó, mert egy szloton lesz, ez meg bőven meg fog lenni. Vitamin. Vitamin, és akkor mindenünk megvan, ugye? Minden, amit akartunk. Javítókészlet nálam maradt, nálam maradt. Nagyon jó. Vitamin bekapjuk. Aztán már rendbe is hoztuk magunkat. Egy dolog még, az a baj, nincs kész kajám, semmi. Mennyire vagyunk kajásak? Ó, bazza. Az a baj, igen, hogy nincsen krumplim, és nem tudok csinálni olyat, amit akarok. Lehet, hogy berakok néhány darab ilyen húst. Bármennyire is ez egy szarkaja. De készüljön, mert baj lesz belőle, hogyha nem lesz kajám. Jó, mindegy, elmegyünk. Mennyi pénzünk van? 8000, tök jó. Megyünk még egy kalandra, egy küldetés még le kéne tolni nagyon gyorsan. Hát akkor már töltsük ki az időt, ne itt várogassak, nem? Várj, van egy skill pontom is elosztásra, ugye 2, baze! Hú, gyerekek! 2 skill pont, dík! Nagyon-nagyon ott vagyunk. Rakjuk a izére? Lootra? Hiszen akkor nem sírok meg még a loot miatt? Vagy most jól vagyunk? Mondjuk most elég jól vagyunk itemek szempontjából, úgyhogy... Úgyhogy elengedem ezt a sírást, meg majd kitaláljuk, hogy mire fogunk pakolni, valószínűleg az éjszaka is majd.
fogunk egy szintet lépni körülbelül szerintem. Na. Akkor menjünk küldetést csinálni 18 óra. 24, hát rovatul kell sietnünk, az biztos. A éjszakai küldetés nagyon nem kéne felvenni. Mekkora poly lenne éjszakai küldetést úgy csinálnád, hogy hordanapon. Hogy egy hordával harulászol, meg még csinálod a küldetést. Na, azt megcsinálod, akkor nagyon OP vagy, nem? Ez ugye egész kellemes. Na, gyorsan. Hát maximum 21 óra 15-ig tudom csinálni a küldetést, aztán akkor jövünk vissza, mert valamilyen szinten fel is kellene készülnünk a horda napra, bár egész jó vagyunk szerintem. Nagyon hosszú horda éjszaka lesz, arra készüljetek, hogy kétszer olyan hosszú, mint egy normál. Tehát aki most más játszik vele, ugye normálon 60 percig tart egy nap, egy 24 órás ciklus, most 120-ra van állítva, tehát az éjszaka is dupla olyan hosszú lesz. Kb. Olyan, mint hogyha két hordát kellene túlélni. Szóval konkrétan két horda, dupla horda. Bazze, dupla horda lesz. Ez halál komolyan ilyen hülye vagyok. Hát annyit tudnánk csinálni, hogy kilépek, azt átállítom, de figyeljetek, szerintem meg kell próbálni. Azt a betyám, micsoda marketplace. Downtown marketplace, ez egy piac volt, basszus. Én meg itt átbiciklizek rajt. Szerintem csak csodálkozok, hogy meg akarnak idejönni. Jó messze van, hogy rohadjon meg. Az nem vidám dolog, hogy messze van. Meg fú, ez a random zombik össze-vissza. Hú, de nagyon messze van. Ja, 21 óráig gyerekek, addig fogunk itten ténykedni, jó? 21 óra, itt egy rendőrautó. A visszafele, hogyha tudunk, akkor ezt még megcsináljuk. Ja, úgyhogy 21 óráig. 21 óra, akkor ki kell jönnünk. De jó. Kánya. Oké, okay, ez megtörtént. Jó, 21 órakor ki kell jönnünk, gyerekek. Úgy készüljünk. Mi a fasz? Ki volt ez? Ki volt ez a gyerek? Ismertétek, srácok? Kell egy kis HP. Ki volt ez a gyerek? Ez elég mocsog volt, nem? Jó, ezt úgyhogy dinamikusan kéne. Nem tökölősebb. Most ez... Figyeld a csávó, bazza. Hát öljél meg, hogy valami legyen veled. Ezek a zombik, ezek úgy bírják, 1300 XP-sek voltak. Brutál. Vagy 1300 XP-s volt. Hova megyünk már, hallod? Pihenc, pihenc, pihenc. Pihen a zombi. Itt vagyok! Come on, baby! Pihi van, gyerekek, megjött a kipi. Kripli. Megjött a Creepy, a Creeper. Itten most már nincsen semmi se. Kőből. És azzal üti szét. Megjött a Creepy, a Creeper. Itt már nincsen semmi se kőből. Várj, keverni, bazza, be vagyok keveredve. Most komolyan, most mi van? Ne. Ugye nem kell itt fúrni magam. Ja, jó. Mi az anya úristene van itten? Játék elő, he? A talpra magyar? Híja haza! Keeper pofont ad! Hama! Jó, mindent veszünk föl, mert a keeper nagyon föl. A krumpli maggal nagyon boldog ő. A murky water nem köl. De attól is kell egy kis... Ezt nekem a magukat is szeretem. Mert van nekem mit hanom kávé. Nem bonyolítom túl. Kb. Ja, megint felveszek minden mocskot. Azt itt majd válogathatok mindjárt, mi? Fitét megeszik éppől. A viccai. Na. Ó, gyerekek, ti aztán mocskosok vagytok-e? Kakuk. Szólt, Keeper! Simon mondja,
pihenje mindenki. Azt mindjárt úgy megfognak minket cseszni, hogy az ihaj. Simon mondja, pihenj. Dupla zombi horda, az oda fog cseszni. Na, mi van már? És ilyenkor egyébként... Hát kellene lenni olyan útnak, ami, hogy nem kell szétverni, nem? Vagy mégis? Mégis vannak ilyen szituációk? Mert elvileg én azt gondoltam, hogy ez úgy működik. De, ehe, hát igen, úgy működik, csak látni kéne, nem csak nézni. Ezt a medik dolgot, ezt úgy kitanulom, gyerekek, hogy azt el nem csisztitek. Én ma izé leszek itt ilyen adjuntus, vagy minek nevezik. Az a párt faszát. Baszod a neked. Na várjál, figyelj. Mamocska. Babocska. Azt hiszem, hogy egy 500-as fal volt. Bemegyek, hallod, szétverek mindenkit. Most leeste minden. Hát ott hörögnek, ám így a potyognak a nyakamba. Azok ki akarnak jönni, meg be? Mondom én. Segítek, haver, ne nyugtalankodjál már. Ne nyugtalankodjál. És pihent, mikor jönne ide, haver? Ez nem valami fair, embörög. A pina hempörög. Na, mert visszatértem. Egy izével lejjebb. Egy lejjebb. Kipróbál csak ilyen. Lezuhan, visszajön. No problémo. Jaj! Ja, egy izét is kell csinálnom, egy tűzoltó baltát, mert küljel, még mindig itt a küljel hadonászhatok. Ezeket végignézni, legjobban utálok. Komolyan, ezeket végignézni. Meg ezt! A 10 darab szél! Jó, nyugi. Hát, kettő darab rohadt hús. Na mi van már? Gyertek sokan, vagy valami legyen, mert már unom. Ennyi volt. Szerintem fönn van-e valami... Oh, van loot. Csak az a baj, 19.47, még van egy órám. Siker. És ez komoly? Nem tudsz ugrani, mert beveri a fejét, jó? Kezdem megvadítani magam. Komolyan. Hogy ilyen tökölése, ilyen neke tökölni, bazze. Ez, most nem azért, de én nem arra fizettem be, hogy izével játszok Super Mario-val. Nem tudsz ugrani, nem tudsz, komolyan. Várjál, lehet, hogy innen elérem azt, akkor rohadt jobb meg, nem? Nem érem el. De jó. Várjátok, van fám. Egyébként az ilyen pöcsölésén nekem nem jön be. Hogy itt ilyen izébe szarakodjak. És ráadásul, ez csodálatos. Nem tudsz berakni közé, mert ott blokknak számít, úgyhogy most még keressek egy izéblokkot, egy lapasat! Létet? Ne. Jaj, de jó, eljutottunk. Ezt benne lesz, tudod mi lesz benne? Megmondom mi lesz benne. Előre megmondom. Alkatrész. Nem, igaz se. 8 darab ilyen kutyaszar. Na, itt meg mi folyik itt gyöngyösen? Van, aki itt rúgja a por. Gyertek, gyerekek. Nem érünk rá. Hol a főút? Adjátok elő. Azok könyvek, azok voltak bőven. Ja, nekem mi van itt? Ez az épület, ez egy kicsit kaotikus.
Zombik azok már abszolút nem kihívás, komolyan. Minden zárva. Nincs időnk, nincs időnk, haza kell menni mindjárt, úgyhogy esetleg a főlútot örültem volna, hogy megtalálom, de hát így nem fogom megtalálni szerintem. Nem tudom, melyik ajtón menjünk be, gyerekek. Mit szóltok mondjuk ehhez? Jó, hogy az is... Ah, talán mázling van. Jaj, ne. Megint? Hogy kerültünk meg? Ez egy másik oldala. Oh, shit. Miniszív ruha meg volt megint. Jaj, de megjártam? Jaj! Nem érdemes ezeket nézegettem. Jaj, ne gyerekek, ide! Na, talán valami alakul. Hát ez egy nagy kocs volt ez a épület. De ez itt pont oda jutok be, ahol voltam. Szívra! Mindjárt megőrülök! Na merre lehet? De itt menni, gyerekek. Hát akkor menjünk erre, jó? Még nem adom föl. 21 óráig meg itt el szórakozunk. Hát, hogyha valami... Já, itt is voltunk, bazza. Mindenhol voltunk már, gyerekek. Csak ott nem, ahova kéne menni. Kéne követni ugye a lámpást. De hát... Akkor várja. Gyorsan végigrohanok rajt. Meg az üze is van, ugye clearelni kellene. Hát sőt, meg clearelni kellene, az a lényeg. Jó, itt ugye bejöttünk, az oké. Okay. Eljövünk erre. Az oké. Okay. Oké. Okay. Itt abszolút nem mutat semmi lámpás, de nyilván erre kell menni. Oké. Okay. Itt ugye be a lukon. Szuper. Itt valószínű ki. Itt valószínű, hogy le. De voltunk lenne, nem gyerekek? Itt ugye ezt kipucoltuk. Majd ott egy könyves polc. Nem, itt, de itt is voltunk. Itt ástuk be magunk. Szuper. Szerintem egyébként arra nem voltunk, vagy pedig a másik irányba. Na jó van. Itt is voltunk. Tuti. És nem mutat sehol egy kapcsolót, meg semmit. Ja, itt is voltunk. Nyugodj meg, testvérem. De ide is miért jutottunk ide át? Pont! Na. Nyugi van neked is. Jaj, 20 óra... Merre menjünk be? Merre nem voltunk még? Ezen az ajtón... Hova jutunk? Tudja, hogy valami pince lesz. Itt is voltunk, bazd. Hol van egy pince? Itt is voltunk. Ah, ott a pince. Ez lesz a jó. Na gyorsan gyertek, aztán csapjatok szét a fejemet. Bazd, pont nem leszünk időbe. Ott, aha, arra lehet menni. Jó, ott van. Gyertek, bazd, gyertek. Na, ne. Szórakozzál. Nem futnak rám 800-an? Na mi történt itt? Ez mi ez? Krematórium, bazd. Nyugi van.
Ez olyan, mint egy krematórium, vagy valami hullaháznak a... De szerintem az is. Érdekes. Csúnya dolgok történtek itt, mi? De ez még nagyon nem a főút. De, oda nézzetek hány óra van, 21 óra 5. Hű, bazze. Megint izé lesz, harakiri. Megint pont nem jól, nem jó időzítünk. Ó, óvatosba. Ú, gyerekek, erre nem lesz idő, bazze. Hűha. Pihenés a gyerekek! Hát mi volt ez az agresszió? Mi volt ez az agresszió, gyerekek? Nagyon nem volt szép. Nem volt szép dolog. Komolyan mondom. Nem vagyok büszke rátok. De még mindig nem vagyunk a fűrútnál. Baza, itt kiástak ezek ilyen hullákat. Hallott? 16 van. Hó, mi a fasz van itt, baza? Ez lesz a kiárat, oké. Okay. Akkor a másik irányban van a főút. Nagyon gyorsan szerezzük már, meg itt vagyunk, basszus, a kapujába. Oda ném. Bunker. Megjöttünk. És ez a főút, hogy a szeme álljon meg, bazz, ennek az egésznek. Ez a főút. Ez. Ebben, bazz, nem lesz valami értelmes, komolyan mondom. Jó tudom, nem szólok. Kellene rakni a Lucky Looterre. Már legalább ezt nyilván kinyitotta. Ja, nyilván nincs benne semmi. Három, mondjuk az arany, az jó lesz. Figyelj, ezt amúgy is kéne, ja nem, be kéne kötnünk a sebünket. Ez megy a leves, ez a megy a leves, ez megy a leves, az rohadt gyorsan menni kell vissza. Nincs semmi rejlőm, bazza. 27 van hallott zom. Nem lesz időm, bazza, visszaérni. Nem lesz időm visszaérni, nem lesz időm visszaérni, nem lesz időm visszaérni, nem. Nem lesz időm visszaérni, nem lesz időm visszaérni, nem. Spear, scrap, szavasz. Megesszük, megisszuk, jó van, gyorsan. Ugye ez volt a főút, ez volt a főút, jó, húzzunk a vérbe, gyerekek, mert nagyon nagy baj lesz. Gyorsan, mi van? Mi van? Mi van a föld alatt vagyok, bazze? Ne szórakozzon velem ez a játék, mert megvadulok. És még ássatok be, ezt beszorok komolyan. Hát azért ez most már többe soknál. Hol a bicikli? Gyorsan bicikli, bazd Alexa, valami ponton van. Menjél már, bazd, mi a fasz? Ez a sebességünk! Hol az a nyomvad bringa? Ne jöjjön, zombi! Tolas! Mennyi! Ne, mi volt ez, bazza? Nem is látszott a csebi! Ne, ér van, ne! Zombi horda, ne! 48! Úristen! Gyerekek! Ne! 49? 50? A hülye fejem, az! 51? Mondjátok, hogy itt át lehet menni. Nem menj neki semminek, Keeper, nem most nem menj neki semminek. Hova jöttél be, te szerencsétlen hülye? Ne! A rossz seb nem ette meg ezt a játékot, gyerekek, hogy a... Ne! Ne!
Ne. Nem jó ötlet, nem jó ötlet futni. Ne, 56 van, bazd. Ne. Vedd már föl ezt a szaros biciklit. Nem veszi föl, bazd, nem fogja fölvenni. Na bazd meg, gyerekek. Gyorsan, igyál kávét, nyugodj meg. Na jó, most rábasztunk. Törött lábbal, Dick. Nem mondhatjátok, hogy nincs izgalom, öcsé? Nem mondhatjátok, hogy nincs izgalom. Hippo gondoskodik róla, bazd meg. Hol van a horda, bazd? Fogadjunk, mögöttem lohol, mi? Hol a horda? Tuti, nem érem el. Nem merek hátra nézni. Hallom a hörgést. Halál komolyan. Out of stamina. Ott egy zombi. Mi a fasz? Hol van a horda? Most komolyan. Én úgy fosok. Kéne hordának lennie, hallod? Hol a horda? Hogy lehet, hogy rám spawnolta oda, és jönnek, vagy mit tudom én, csak futok, mint a bolond, nem tudom. Azt a betyár, megmondom őszintén, magam sem értem, hogy mi történik. Magam sem értem, hogy mi történik, ne kérdezzétek. Jönnek. Húha! Be sincs téve az ajtó lehet. Nem vagyunk túlterhelve? Nem, jó. Semmi gond. Nem tudom, mi történik, miért nem volt baza, de én annyira fostam, egyre még nem fostam. Jó. Jönnek. De mi volt ez? Ezt valaki tudja, mondja már meg. Nem tudom elképzelni, mi volt ez. Jó, felre kell menni. Ezek nem biztos, hogy jó ötletek egyébként ezek a csávók itt. Mert nem kapok XP-t ugye. Mert ezt csinálják, hogy lelökök. Jó, ugye dupla horda. Mivel dupla ideig fog tartani. Úgyhogy imádkozzatok, hogy nem verik szét, amik fölérnek, mert ugye ott azért ütöttek blokkokat elég komolyan. 35. napi horda. Nem tudom, hogy éltem ezt túl. Ezt, az én ennyire még nem fostam, hallod? Öcsém, a városba én hülye gyerek, komolyan mondom. Ilyenkor ugye a területi miatt kapja az a szar blokk is, hát olyanokat rávertem, mekkorát nem is tudom elképzelni. Nem tudom, nincs nálam szerintem. Nincs nálam, de mondjuk az elég nagy hiba, hogyha nincs nálam olyan. Úgyhogy cobblestone-ért lehet, hogy el kéne mennem, meg nincs nálam a javító. Javítom se. Van ezt szeredér, nehogy elkezdjenek valahol bontani. Szerintem lehet, hogy ott elkezdett bontani amiatt, mert oda mentem, mint hogy olyan hang lenne. Talán nem. Hú, gyerekek! Ne kérdezzetek semmit, nem tudom. Az utóbbi 10 percre nem tudom válaszolni, hogy mi történt.
Nem tudom földolgozni, mi történt a gyerekek. Viszont ez a rész, ez meg guard mode megint, ezt nagyon-nagyon megcsináltuk. Figyeljetek, itt végigraknám ilyen hammerekkel. Ez tényleg AFK a bázis, hogyha ide szépen beülök. Ugye a madarak ezelőtt is alám spawnoltak, most nagyon hosszú lesz, ugye még csak egy óra telt el, abból körülbelül fél órán voltunk itt fönt. Úgyhogy nagyon-nagyon hosszú horda lesz. Figyeljetek, elképzelhető egyébként, hogy elkezdik ásni, nem tudom, remélem ez nem zavart be nekik, hogy én... Hogy én nem voltam itt. Nem tudom miért csak ennyien jönnek. Jó, hát ez meg ilyen végtelen közébe folyamat ugye nekik, hogy leesnek. Azt akarom megnézni egyébként, hogy nem-e akarnak ezek. Nem-e ütik, csak nagyon nem egyszerű. De nem látom őket sajnos. Jó, valami lelát ízéket kéne cserélni valami rácsozatra, vagy nem tudom. Jó, hát ez meg ilyen, figyeljetek, lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy lők fejre, mert ennek semmi értelme nincs, hogy 0 XP-t szedek ebből. Hát, ah, is találnám, ugye? Figyelj, zuhon lefele, le kell lőnöm. Egyébként oda kellenének. Oda kellenének rácsok. Aztán akkor így folyamatosan tudnám őket lőni, amíg jönnek föl. Például ezzel a fegyverrel így... Hát ez baszik. Meg eltalálom akkor is ugye... Hátra bucskáznak. Hát ez így nem jó. Ez így nagyon nem jó. Nem tudom, lőjem ezzel őket. Valami XP-t kéne szedni, ha már egyszer horda ardám. Nem csak itt nézni. Jó, egy kis XP-t armoljunk már. Nem használok egy-két lőszert. Az XP az fontosabb, mint egy törvén 200 darab ilyen lőszer. Mondjuk nincs is tálam nagyon. Ja, itt meg akartam javítani, cobblestone-ért el kéne menni, csak nem nagyon merek. Azért komolyan mondom. Már ismerem magam, hogy pont akkor fog jönni. És nehogy elkezdjenek ásni, meg nehogy leessek. Hú, baze, túléltünk egy olyan szituációt, azért gratulálok magamnak, komolyan mondom, gyerekek. Nem, én sem tudom, hogy történt. De én annyira még... baze. Mit csinálsz? Ne üsd! Még én is oda vertem neki egyet. Ez nem jó ötlet egyébként itt vadonásznom, mert saját magam fogom szétverni a bázisomat. Azért nem egy erősek ezek a cobblestone blokkok. Jó, álljunk ide hátrébb, azt lőjünk, mert ebből nem lesz XP. Ez jó volt. Ez szerintem, ez már ment egy kört. Mert egy lövéstől 800 XP-s dobta a... Nincsen XP boost izajem? Hoppá, ez szerintem egy valami rendőr. Csak az a rendőr újabban lő úgyis, hogyha... Ugye blokkokat, ugye, hogyha nem lát, akkor is rád lő. És ez tud csúnya dolgokat csinálni. Ja, nem a rendőr volt, ennek ugyanolyan hangja van. Meddig bírod, öcsi? Meg kéne mennem megnézni, hogy nincs valami XP nevelő. Szerintem az egyik se az, ugye? Ez az. Ezt benyomjuk akkor. Elég lájtosan jönnek. Egyébként nem tudom megmondani biztosra, hogy ez nem úgy működik, hogy mivel dupla olyan hosszú a horda, így eloszlanak, hogy nem azért jöttek kevesebben, ezt majd megmondják olyanok, akik jobban tudják, hogy mert ugye be van állítva nekem, hogy most két órás a ciklus, ahogy beszéltem erről, hogy nem amiatt van az,
hogy ilyen ritkán jönnek. De igazából ezelőtt is ilyen sűrűn jöttek, csak ugye ez nagyon-nagyon tök jól rendezi őket ugye ez a bázis. Nem tudnak egymás mellett följönni a lépcső, hanem ott tülekednek, ugye, egy sorba rendeződnek. Lassítja őket az a lépcső, ahogy folyamatosan feljönnek. Hát bízzunk benne, hogy nem tör... A faszomat, bazzai. Nem tudom megölni őket. Ezek a hammerek túl jól teljesít. Túl jól teljesítenek. Jó, de megtudtam. Jó, még csak éjfél van. Tök jó. Úristen, ezt túléltem, minden túlélek, bazzai, komolyan. Jó, ez is meghalt. Hú, bazze, ennyire még nem paráztam. Egy nagyváros közepén maradtam zombi ordakor. Nem tudom egyébként, annyira random ez a horda is, hogy... Nem látom, nem érzem lehetetlennek. Kibírni úgy, hogy nem bázison vagy. Ja, hát ez ement. Nem nagyon, szerintem nem ütik. Maximum tényleg, hogyha így berage-elnek, vagy amikor futnak fel, akkor itt összeakadnak és nem tudnak menni, akkor az útkeresésük ledobja vagy az utad, vagy valami, akkor beleütögetnek egyet-egyet, de nem veszélyes. Kukoricám meg nőtt, vagy még growing van? Még growing van. Krumplit kell sokat ültetnem, mert nem tudok jó buffer kajákat csinálni. Ez most komolyan leugrott? Ezt gratulálok. Plusz 2000 XP, sose rossz. Meg még 1000 XP, sose rossz. Ezek azért halnak könnyen, mert mennek egy kör. Ugye leesik, és visszajön. Az a csávó, azt tudom, az belelőttem egy csomót. Lepontjant, azt most ér vissza. Lehetne egyébként mérni, hogy mennyi időt érnek ide. Mennyi egy kör nekik? Hát nem egyszerű nekik szerencsétlenek, meg sajnálom is őket, komolyan mondom. Mi történt? Egyébként itt még lenne 2 darab vagy 3 darab még ilyen hammer, és itt állnék, gond nélkül meg lehetne oldani a hordát. De egyébként a madarak azok nem jönnek, de szerintem azok meg olyan spawnolnak, ugye ez alatt is ott nyugtalankodtak. Meg kéne mennem lőszerére egyébként, majd akkor... Következő hullám után elugrok. Kutyadik az! Ez kemény. Ugye pont a kutya miatt nem tudtam azt megoldani. Hogy létre legyen, mert ugye létrán is ugyanígy följönnének, csak az nem jó nekünk. Várj, ezt hogy kell váltani? Aha. Hát jó, elhasználom ezt a szart. Mert a kutya nem tud följönni a létrán. Esélyem nincsen, bazd meg, leütni őket. Megint kutya. Szerencsétlen.
És ilyen magasan nem tudom miért, de madarak nem jönnek. Ezt is majd írjátok meg, Léci, hogy ez nálam fordul elő. Meg tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy hogyha ilyen hosszú a zombi horta, ugye dupla hosszú, akkor kevesebb jön? Mármint jobban elvalósztva? Vagy pedig ugyanolyan sűrű jönnek? Én érzem ezt a... De ne es! Ne es le! Jó, már leeshetsz, már meghaltál. Vagy csak én érzem, hogy könnyű, mivel tök jó az a bázis. Jaj. Gyerekek azok ott... Meg a... Ne? Beugrott baza ide, hallod. Jó, mondjuk levert két HP-mat, csak nehogy lelökjenek, vagy valami ilyesmi. Közben a kukoricát le lehetne szüretelni. Jó, nem ökörködök, baszik. Nem jöttek radik. Miért nem jönnek radik? Mikor az előzőben jöttek radik, az hogy fejbe szedte, öcsém, oda beullott. Arcba vettem, arcra. Nem értem, miért nem jönnek radik. Skillpontot közben osszuk-e, vagy valami legyen, nem? Valami menjen a dolog. Heavy armor megvan. Egyébként erre lenne jó ugye rakni, csak az még nagyon nem jó. Erre kéne. Megjöttek a yardok, basszus. Az ajtót szemben nehogy szétlőjem. Attól egy picit félek. Meg ugye a healing faktorra akartam mindenképp. És akkor gyorsan már healerődünk. Ó, nagyon jó! Oda néz! Azt írja, hogy 10 másodpercenként healerődök egyet. És az ilyen kritikus sebesülések azok 80%-a gyorsabban gyógyulnak, tehát mit tudom, vágások, vagy vérzés, vagy ilyenek, szerintem arra gondol. Megnézem azt az ajtót, hogy nem előttem én szét. Mert akkor baj lenne. Á, ja, ennek ez jó nagy ez az ajtó. Erőteljes. Egyébként az a durva, hogy az ajtó, ez 10 darab vasba kerül csak. Nagyon jók vagyunk. Még 3 óra horda. Hát jó hosszú rész lesz. Nem panaszkodhattok. Pont kérdeztem egyébként. Íííí, pont árasztam. Ha, ja, hogy az fel kell? Jön itt az XP. Bír. Nem tudnak egymástól följönni, még a hullájuk is egymásból. Vagy összeakad. Pihenj. Pihenj. Mész lefele? Úgy. Huszonöt lőszer. Kéne mennem lőszerért. Azért nem, azért akarom őket ölni, hogy valami XP legyen. De hogy itt nincs egy kerítés, ez egy kicsit aggasztó ám. Jó.
Szuperek vagyunk, most egész jó buildet sikerült kiépíteni. Még amire kellene majd rakni. Ah. Inkább el sem mozdulok innen, belállok ebbe, egy darab HP-t ütött le rólam. Nem érdemes futkorázni. Igen, ezt kellene még felhúznom, ugye? És akkor abszolút nem tudnak besztanolni, és HP veszteséget az 25%-ra módosítja 20-ról. Ez ugye elég baba lesz, még kevesebbet tudnak ütni rajtam. Meg, mit akartunk még? Ne ütögessé! Jó, ez is ki van maxolva, tök jó. Ó, kutya! Kit kutya! Egy harapott. Ja, valami legyen. Az a baj, ez nem valami nagyot sebez. És nem tudom lelőni őket. Úgyhogy jöhetnek újra. Mekkora lenne egyébként leomlani, hogy látnám, hogy omlik le az épület. Ez úgy nagyon beteg lenne. Egyébként egyáltalán nem bánnám. Most lehet, hogy szülye hangzik. De... mit tudom én, tök nem bánnám. Jó, föl kell onnan. Hát honnan jöttél vissza, testvérem? Mármint építenek egy újat. Ilyenek engem abszolút nem zavarnak, hogyha ilyen veszteségek érnek egy játékba. Ez egy játék. Innen föláll az ember, és akkor igazából ez megszűnik létezni. Ez egy full virtuális tér, ezek csak bitek, gyerekek. Belegondoltok, nem? De tényleg ez innen fölállsz a géptől, vagy bármi. Ez igen, ez... az a baj, nem tudom megismerni őket, mert szívesen leküldenék egyet, hogy megnézni, hogy mennyi időt ér vissza. Mert ez meghalt, ez már nem fog visszajönni. Még mindig van 2 óra vissza, de erről beszéltem, hogy ez jó hosszú lesz, gyerekek. Lerobbant a fejedik. Szöröncsétlen. Ha megvolt, jól van. Hát, szívrohamban nem fogunk meghalni, az biztos itt. Mondjuk az elején az volt szívroham bőven. Városba vezze. 500 méterre körülbelül, vagy 400 méterre behajtottam egy olyan helyre. Mondom, ott biztos ott le lehet vágni ilyen udvarokba. Hát öcsém, ott mit röhögtetek? De remélem valaki izgult is velem, mert azért volt... A létrán megkapaszkodott. Na, mindig akkor dározok. Ezt kivédtük. Na, mert... láb közé vetted, mi? Még teljesen felesleges kivédeni, mert olyan defünk van, mint az őrület. Ez így trükközni akart, lehajolt be azon. El fog fogyni a lőszerem. Ó, édes szerelem. Hát elmegyek. Hozok lőszit, gyerekek. Ide mögém kéne egy láda egyébként, hogy lőszerrel. Figyeled, látod? Erről beszél. Nem, itt még van. Ú, mennyi 90 mm-es lőszerem lesz. Hogyha SMG-m lesz, akkor azzal tudok operálni.
Gyertek már onnan ki a gödörből, legalább lássak rátok. Egyszerűen megfutotta. 2640 XP az a pár mukucs. Egyébként az a vicc, hogyha jobb gombozol fegyverrel, akkor fogy a staminád. Ezt most vettem észre. Ezért nem tudom, hogy ebben mi a ráció, hogy itt tartom, vagy ott tartom a fegyont. Akkor az mivel módosul? Jó, biztos valamennyire kellett így úgymond büntetni. Azt is, hogyha nem millivépönne vagy, tehát ott is fogyjon a stamina, ne az legyen, hogy konkrétan ilyen végtelen staminád van, meg nincsen semmi hátráltató körülmény. Úgy gondolom ezért csinálták. Ezt felfutnak, lelövöm, bassza. Némelyik azért elkezd ütögetni már Kényába. De az még nem halt meg, az mindjárt kirúgja a fejét, figyeld. Merre vette a lövést? Hú, bassza. Nyomtam egy olyan gwinlandi kombinációt, ami nem is létezik. A vörös a hold, a holdocska. Itt nem növekszik, mint a GTA-ba. Ha meglövöd. Nem is tudom, melyikbe volt. Vice City-be? Meglőtted, akkor egyre nagyobb lett a hold. Ne ütögessé! Majd át kell nézni a tornyot. Úgy látom, hogy nyugtalankodnak, és az még él, bazd. Ó, megjött az első radi! Sztár vendég! Megjött a sztár vendég, nálam meg csörög a telefon jókor. De a gyerekek, ez olyan hosszú lett ez a videó, hogy ezt bőrülök. Hát ebben a bázisban nemhogy nem nehéz egyébként. Most nem azért, mert csomóra bénázok, meg hülyeséget csinálok, meg ott hagyom a lootokat, jobban mondva inkább figyelmetlen vagyok. Leginkább szerintem az szok történni, de... ez a bázis, ez jó lett. Büszke vagyok rá. Jó, valaki írta, hogy ezeket nem adjam ezeket az ármorokat, hanem majd jönnek ármor alkatrészek, és akkor abból tudok ármor csinálni. De ugye nagyon most már nem kell, hanem esetleg ugye hatosra ezeket, de azon kívül már nem tudok följebb menni. Szóval olyan horribilis mennyiségű ármor alkatrész nem kell nekünk már. Még egy óra. Látjátok, milyen hosszú ugye? Ez a... Jó, majd megjött a stripper csaj. Ezt sajnáltam is. Oh baby. Itt lógsz velem? Ajátok, tönkre ment a izajon. Vépenem. Vépenem. Ez rendesen hátra löki őket ez a... Jó, megyünk már össze. Látod? Egyébként, hogyha... Ja, mondjuk eléggé el lehet lenni ezzel. Hordakor is ezzel a gépfegyverrel egyelőre. Erre kéne raknom egy szkópot. Milyen vicces lenne. Egyébként tök nagy a tűt. Meg így föllöki őket, de... Hű, belelőttem valami az énbe. Bunkerembe. Szégyen, egy szintet nem húzok, basszus. Szerencsétlen... Jiha. Gyerekek, szerencsétlen radi, már szerintem három kört ment. Komolyan. Le kell mennem a létrán, azt majd valahogy úgy megoldani ezeket a zombikat, hogy fölmegy, fölfele, vagy nem tudom. De mondjuk mindenképp ki kell pucolni őket, úgyhogy lemehetek. Ne rögd le! Meg akarom ölni, bazze!
Ja, egyébként azt írtátok, hogy mindig úgy működnek ezek a turretek, hogy mindig csak egy online, és ugye kell fejlesztenem azt a skillt, hogy több működjön. Úgyhogy annyira mindig az online, amelyik ugye közel van hozzám, de ja, néha érdekes, mert mozog a másik is. Nem például most, az a kettő mozog, kettő, akkor kettő elvileg most. De a harmadik az abszolút nem, látod? Ja. Szerencsétlen Radi bazzer, már hányszor kell följönnie? Megint jöhet újra. Azt tuti, hogy... Meg ez is jöhet újra. Ja, szerencsétlen Radi, azt tuti, hogy mindig újra jön. Mert XP-t abból még szerintem nem kaptam. Jó, ez tök jó. Én tök élem. Csak remélem, hogy nem gond, hogy ilyen hosszú a videó. Stripper csaj! Meg anyukája! Ebből körülbelül egyet öltem, meg elmondom nektek. Na megjött megint szerencsétlen Radi. És ez megint szerencsétlen... De? Végre. Végre ki tudtam nyírni a Radit. Hát vagy 4-5 kört ment szerencsétlen itt. Amire sikerült meghalnia. Meg kéne nézem, hogy mit főzögetek ott én nagyba. Ja, a húsit. Ezt kikapcsoljuk, jó? Kis lazán. Igen, 3850 XP ez a hullám. Annyi volt. Egyébként tök jó cuccokat kaptam. Néztem, hogy ez is. Ez például 420 arany, ugye. Ez tök fasza. Jó, kipakolunk, azt lemegyünk, annyit még megcsinálok. Leadom azt a questet, jó? A biciklit meg elhagytuk valahol. Dur a bum a fejbe. Ezt meghajt, haver. Jó, most már azért nyugalom lesz talán. Nem baba! Ezer 320 XP megint. Úristen, mászott. Na, hát ez igen. Megtörtént. És megint egy challenge-et sikerült. Megcsinálnom, mindjárt meg is nézem. Ó, mi ez? Igen, 5000 XP. Ez azt hittem, hogy mi van, azt mégse. Itt meg mi van? Kill turist. Kill some turist. Mi az, hogy ez el? De jó, és meg 10.000 XP ezért, hallod? Meg ezért is 10.000 XP.
Hallod? Itt nagyon sokat kaptunk volna, nagyon jó. Oké, gyerekek. Skintet léptünk, elmondom nektek. Ugye egy darab skill pontunk megint van. De jó. Büszkék vagytok a apátokra? Ügyes voltunk? Ugye ügyesek voltunk. Jó, gyorsan kipakolok egy-két dolgot. Meg közben legalább fövánszorognak, jó? Mert itt vannak ám izé fönforgások. Hol a szarba van a mag? Az előbb láttam. Ez is mag. De meg szüretelni kellene. Az a baj, el fognak tűnni a lootok. Anyuci, nyugodjál meg, légy szíves. Nem érek rá itt a hülyeségeidre állandóan. Az a baj, már megint annyi kacat van nálam, hogy azt el nem tudom mondani hallóan. Ezt egyébként úgy utálom. Jó. Jó, mert addig fölérnek, még ugye fölsétálgatnak ezek a hülyék. Várjál, pillanat. Gyógyszer. Gyógyszer. Nem, ez jó, nekem most nem kell egyelőre. A vasalat, mi van itten? Kaját kellene megennem, azt akkor nem lesz rá gondom. Kész pia. Egyelőre kirakom, mert ugye fel kéne hordani a dolgokat. Figyeld! Hát a szerencsétlen hülye mit csinálhatott. Nem is olyan szerencsétlen. Kijött, figyeld! Oh. Gyere, körülnéz, de figyelj, itt van a... Ez itt a kert! Ez itt a kert. Jó van, nem volt ez annyira rossz. Sőt, csoda, hogy túléltük, nagyon vicces voltál. Gyerekek, ilyen hülyeséget, amit én itt műveltem ebbe a részbe, ez. Megint följött egy fasz. Egyszerűbb az a üzét, kinyitni nekik az ajtót. Fia Raider 3, 4-es szintű. Jó, egyelőre az armorokat, lehet, hogy elarom, lehet, hogy leszkreppelem, még egyelőre nincs eldöntve. Azért nincs eldöntve, mondom nektek, gyerekek. Mert, mindjárt mondom, ja, itt ide raktam azt is, amit ez alatt szőttünk. Azért nincs eldöntve, mert lehet, hogy eladjuk, mert hogyha van elég alkatrészem ilyen, akkor nem kell több, érted? De addig ugye nem is fog kelleni, amíg nem lesz legendary parcom. Tehát addig nem is fogom eladni, nem is fogom... Nem is fogom. Csak mindjárt valami, hagyd prakoljak ki, mert különben az a baj, beszélek is egyszerre, meg minden faszomat csinál, azt sem tudom merre van előre. Jó gyerekek, mehetünk le, ugye? Még kellene mondjuk szüretelni, de most ne az legyen az első, viszont azt lehet, hogy... Ezt meg kéne fognom. Nem, egyelőre csak ellenőrzöm, most nem akarom húzni az időt vele, gyerekek, jó? Nézzük, hogy mennyire, itt, hát ütögettek bele, amint látjátok, itt is ütögettek, ütögetnek, de szerintem csak amikor így nem tudnak haladni, és egymás löködik. Azt akkor van az a tulakodás. De jó, végigverik. Nem a legbarátibb a dolog, de azért annyira nem szar. És megint van egy skill pontunk, megsugom, srácok. És várj, valamit meg akartam nézni, most halál komolyan. A Lucky Looter-t. Igen. Az a baj a Lucky Looter-rel, hogy ezt a attribútort, mert írta valaki, hogy jaj, mert hülye vagyok, mert nem rakom a Lucky Looter-re, és azért a sírok, nem pakolom ki rá a pontot. De oké, egyet tudok rakni, 5% not bónuszom lesz, 5%, ami szerintem azért nem olyan erős, és ugye ahhoz, hogy tovább húzzam, akkor az valószínűleg kelleni fog majd, bár nem tudom, ezt húznom. De ez meg gyakorlatilag egyelőre így nekem semmihez nem kell, érted? Mármint így nem nagyon kell. Mondjuk a penetration kelleni fog később, ugye, esetleg ez a D-Dye fog kelleni, de a többi az nem.
Meg az Animal Tracker jó, az is egy hasznos dolog, de nem annyira létszükséglet. Ja, hát itt azért koháltak meg itt is, mindjárt megnézem. Aha, jó, oké. Oké, gyerekek, oké, gyerekek. Azért ez itt veszélyes móka volt, nem, gyerekek? Azért. Ezt itt jobban megbolygatják, lehet, hogy összeborul az egész. Azért csinálták, hogy innen is be tudnak menni. Ugye idegesítette őket, hogy itt... Az lenne jó egyébként, hogy ott kellene leesniük, ahol ugye egyből a bejáratnál be tudnak menni. Ezt leesnek, az... már mennek be. Ezért itt ütik, úgyhogy lehet, hogy oda is egy bejáratot kéne csinálnom. De, ja, valószínűleg, hogy lesz ebből gond. Valószínű, srácok, ebből lesz probléma. Ő nincs nálam az napszemcsim. Ott rohadjon meg, nem érdekel. Föl nem megyek érte még egyszer, az... Felejtsétek el. Ezt elviszem. Oh, fuck yeah! Quad pocket mode, ne! És ezeket a izéért kapom, rohadj meg! Ez mi a solar cella? Generate. Ah, tök jó, de nekem nem érdekel most. Ne! 4 darab legendary part! 4 darab legendary part! Full hatos set! Menj a picsába! Nagyon köllött! Tudod, 7 kilométerre van ilyenek, meg ilyenekre küld el, hallod? Ugye vagy? Jó, egyet fölveszek. Hallod? 4 darab legendary parts, meg egy darab ilyen. Jaj! Ez nem tudom elmondani, hogy mennyire örülök ennek, és ezeket viszont eladom, bocsi. És bocsi, hogy ennyi picsa pénzője, de ez van. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Egyébként tenni nem szokott? Ezt így írják, hogy legend, ugye? Legend. Ja, nincs, leg, nincsen. Mi az, amit még nekünk egyébként jó lenne? Hát nézzük át, hogy mi van itt, mert mostán tele vagyunk. Figyelj, Iron Firex, csak az a baj, hogy 2700. Nem nagyon köldekem most ez. És nagyon megnézem mindent. Könyveket mondjuk lehet, hogy érdemes lenne. Ja, 2100, de lehet venni egy boltát. Vagyunk 2100, egy boltát, ez akkor nem lesz rá gondunk. Hm? Mit szóltok ahhoz? Bazd meg. Tactical Assault Rifle. Menj a picsába, 5-ös. Tactical Assault Rifle! 5-ös! Egy 5-ös gépfegyver! És jobb, mint az AK elvileg. Range of damage. Oh! Szívrohamot fogok kapni mindjárt, gyerekek. Basz meg. Ehhez föl kell menni a napszeműért. Gyerekek. 5-ös assault rifle. Azt tudjátok mi? Az azt hiszem, hogy az M60-as alatti. Hol egy kurva létre, basszak, hogy rohadj meg. Itt mindig ez van, basszak, hogy szétvernek, meg minden. Gyerekek, ezt még megkövennem. 5-ös! 5-ös szintű. Majdnem nyeles. Assault rifle. És 6-os legendary parcok, 6-os set meg lesz belőle rúva. Hülye vagy? Menj a francba, gyerekek, most az nagyon örülünk neki. Látja, vagy lehet, hogy hol játszok, ugye, hogy keep a happy. Várjál. Próbálom itt el. Lemásolj, mert leverték, mint vakaporrat. Jó, hát ezt majd megjavítjuk, tudom, hogy meg kell javítani. Később megyünk, mint a csébe, bazze, gyorsabban menjünk, mi? Hallod, 5-ös, itt megláttam, 5,
5-ös. Igaz, hogy 11 ezerbe kerül, ez baromi sok pénz. De onnan akkor igazából azzal el vagy, érted, endgame-ig, szinte. De meg kell nézni, hogy nincs a shotgun. Úgyhogy várjál, valamit még nem tudom, mit akartam? A napszemcsimet hallod? Az nem itt van az armornál, hanem itt van. Vegyük is föl, hol van a napszemcsim? Hol van a napszemcsim? Hol van a napszemcsim? Hol van a napszemcsim? És mi vagyok? Hol a faszomba raktam a napszemcsimet? Jó, nem tudom hol van, de várjatok, akkor legyen az, hogy adjunk el ennek a nyomajásnak dolgokat. És akkor meg lesz, nem gond, szarom le. Meg igazából ilyen fegyverek, hát annyira nem kell, meg mennyit ad érte? 121-et, figyeljetek, amik nem kell, mi a pöcsnek tartom őket, meg itt vannak ezek az AK-k. Igaz, hogy nem sokat érdek, de azért valamit igen. Nem tudom, hol raktam a napszemcsimet. Hova raktam a napszemcsimet, gyerekek? Hát most basze, azt levittem mégis valahol, motorba. Lehet, hogy a motorba volt, nem a motorba volt, most aztán nem tudom, hogy leraktam oda, alulra. Na mindegy, semmi gond gyerekek, semmi gond. A túlszok között is egyébként vannak ilyenek, amik valószínűleg nem kell 100 darab ásó nekem. Meg egyébként ezt sem értem, hogy minek van nekem, de jó van. Meg ebből is minek kettő, de mondjuk azt hiszem, hogy valamihez kell crafthoz. Jó, leviszem ezeket, azt eladom, és akkor még megnézzük, hogy nincs a shotgun. Jó, annyit megnéz a képről. Basz, hova raktam a izét? Hova raktam a napszemcsimet, gyerekek? Kója, ezt mindig, nem tudom, hova raktam. Egyébként ez van nekem mindig ám garázsba is, amikor szerelek. A szerelés az úgy, negyed óra izé, szerelés, fél óra szerszámkeresés. Olyan jól le tudom rakni, hogy utána soha nem lesz meg. Mert ez hosszú videó volt, nem panaszkodhattok gyerekek arra, hogy eloprosztuk itt a videó hosszát. Menjen, megnézem, még itt nem raktam ki ládába, vagy valami motorba nem maradt. Nem, ebbe a ládába nem dobtam bele. Ja, mit csinálsz? De itt van, ó, de jól, jól van. Kipől fölveszi a napszemcsét, ezt már mindjárt bartelezünk egyet. Egyébként lehet, hogy érdemes lenne egy csoklit venni, meg egy szivart is, hogyha van nála, tudod. Jó, tökömet kettő, izé meg stuccolta. Kettő ilyen valami. Mindjárt megnézzük a szivart, hogy nincsen nála. Ez komolyan. Meg olyan csoki, melyik volt az? Figyeld, over radius, de durva. Egyébként nincsen izé. Loot bónuszos, tök jó loot bónuszos izé, csoki. Az jó, 5%. Loot bónusz 10%. Meg plusz 5. Figyelj, ez tök jó. Egyébként akkor ezt érdemes használni, úgyhogy ez maradjon. Viszont izét azt nem látok. Most lehet, hogy én vagyok béna, nem látok, ugye? Az pont nincsen egyébként. Jó, semmi gond. Ne, egyáltalán nem probléma. Ennél esetleg kajába, inventoriba valami olyasmi. De az itt lenne, gondolom. Jó, nincsen. A szivar az hogy? Mire van az? Cigaret vagy mi? Jó, nincsen. És akkor nézzük meg a fegyvereket akkor már. Nem lehet sorba rakni? Assault Tactical Rifle. Az van. És itt vannak a Steelhammerek ma. Beszorok neki. Jó, Ox Tactical Assault Rifle. Meg kell venni. Kíváncsi, hogy 9000-be kerül. Igen. Azért itt már azért érdemes. Jó, és akkor ezeket meg én elszelelem neki. Ugye azért egy... Ezt nem is kell. Jó, akkor szevasz. Se kell neki, jó. Jó, hát ezek ott mennek föl, vissza, vagy lesz krepele, vagy akármicsoda lesz vele. Jó. Annyit csinálunk még, hogy ebből a modokat kikapom. Kettő darab mod abban meg szerintem belevegy, vagy három minimum. Vagy lehet, hogy négy. Erről beszéltük. Tökéletes. Tökéletes. Tökéletesebb nem is lehetne, bazze. És akkor föl még megnézzük, hogy milyen modokat tudok belepattintani. Hát ez meg megy a levesbe.
Gyerekek. Ez. A Brutality, hallod? Kapásból, jó, 41-es tár. Azt akartam meg, 72 sebzése van. 72. Ja, 45-ös tárunk van egyébként. És azt, hogy összehasonlíts, a 93 van ennek. Szóval majdnem akkorák a tűt, mint normál ütésbe ez. Az nagyon beteg. Ez nagyon jó, bazze. Ezt még fölmegyek, mert el fogom felejteni. Ezt viszont rakjuk már vissza. Nagyon jó, gyerekek. Egyébként az lenne a tökéletes, hogyha mondjuk egy Commando Armort hordnál magaddal még, ami azt hiszem, hogy közepes armor. Na, megjöttük. Na, teszteljük egy kicsit. Ezt hanyad vágta, öcső? Oha! Jó van. Rendet köt elni a gyerekek, úgy látom. Lefogyott a lőszerem, pontosan. Stripper csaj, szevasz! Bocsánat. Pedig eskü kedvelnek, 5000 XP-vel. Gyerekek, komolyan mondom, elgondolkoztam valamin most. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy nem kéne megölni a sikítóst, hanem hagyni. És farmolni. XP-t farmolni. Fölkészülni ilyenkor egy olyanra, hogy ha jön a sikítós, akkor mit tudom én. Akkor el vagy vele. Mondjuk csináljunk egy olyat, hogy mint egy ládában van olyan, hogy sikítós zombira felkészülős loot. Cuccok. Jó, viszont vigyünk fel, amit tudunk. Bocsánat, már megint az van. Jó, és van egy armor módom is, és van 4 darab legendary parcom, amiből full 6-os set lesz, hallod? A full 6-os set meg lesz. Ez jó lesz ám ez a fegyver, csak egyébként még nincs rápakolva nagyon, meg elég szarul lőttem most. Ez sokkal jobb, mint az AK alapba is, amúgy is jó. Fú, ez jó lesz, gyerekek. Ugye ez egy M4-es talán, nem M16-os, hanem ugye az M16-os rövidített verziója. Azt hiszem, hogy M4-nek nevezték azt. Oké, ezeket a túlokat kirakom vissza, azt majd elöntjük, hogy mi lesz a sorsa, jó? Meg hát van egy ilyen, ez jó szolgáltatott weaponünk. Viszont, jaj, legendary parcok, bazzek, vagy rohagy meg! Hát a szeme álljon meg a képőtek! Viszont, nem tudom melyik armoromba mennyi izé van, mennyi módosító. Ebbe a 3, ebbe 2, ebbe 2. Figyeld, akkor modi. És akkor dobunk vele még egy ilyet is. És akkor már nagyon jó vagyunk, gyerekek, akkor már csak tényleg 3. 3 slotnyi van lemaradásunk. Jó. Jó. Mi rá kell mennünk, gyerekek, arra. Hogy rá kell mennünk arra, hogy megcsináljuk a full set 6-os armorunkat. Full set 6-os armor. Brutális leszünk akkor. Meg akkor meg egy hammer kellene majd egy 6-os, de hát azt egyelőre még nem jó. Ezt meg el kell rakni és elvisszük, hogyha ilyen fölútot lutolunk, mennyi az ide 6 percig tart. Sőt, nem is szabad kilutolni semmit, hanem azt kell csinálni, hogy végigmész, kipucolsz minden, és ahol sok loot van egyszerre benyomod, és akkor végiglutolod az egészet. Hát, hogyha valamit segít, igaz, hogy annyira nem bízok én ebbe, de lehet, hogy valamit segít. Hát ez jó hosszan elhúzódott, gyerekek, bocsánatot kérek érte. De nem voltunk erre függve most nagyon. Ja, izébe, a fegyverbe kellene egyébként valami modifikáció még. Alkatrészek, látjátok ebbe? Annyi van már, és emiatt az armorokat lehet, hogy nem érdemesebb eladni. Hát tudod? Mert valaki írta, hogy scrapeljebb, mert kelleni fog majd ez, de hát kurva sok van belőle. Jó, egyelőre most nem, figyeljetek, én gameplay-en kívül elpakolok, meg fölvarnom a cuccokat, ahogy szoktuk.
Ja, azt kell megcsinálni. Még akartam valamit? Még akartam? Nem lett skill pontunk? De lett egy skill pontunk már megint ugye. Ami... már is. Van neki helye. Van neki a pain tolerance-ra sajnos nem tudok rakni, mert ezt fölkerel tovább a B1-et. Viszont ahhoz 3 pont kell. Akkor gyerekek, mivel most már ugye... Most már... Ugye machine gunra kéne pakolnunk. Mivel fogjuk ezt használni erősen. De... Ja, valószínű, hogy erre kéne pakolnunk. Mondjuk a healing faktor... Ezt is... Ja. Az lenne, hogyha ezt föl tudnám tolni maxra, akkor ugye föl tudnám tolni már a pain tolerance-et, meg a healing faktort is. Tehát erre kellene pakolnunk, de erre kell a 3, úgyhogy ezt lehet, hogy azt csináljuk, hogy ezt meg fogjuk hagyni. Meg ez ugye alapba is csomó minden növel. Főleg machine gunnal kapcsolatban, látjátok? Úgyhogy ez lesz. Úgyhogy erre megyünk, oké? Okay? Erre. Erre a fortitude attribútorra. 3 pontot elkülönítünk majd. Oké, gyerekek, tök jó volt, szuper, úristen, nagyon-nagyon mákunk van, nagyon mákereg vagyunk, hallod? Ó. Na. Jól van, köszönöm szépen a figyelmet, hát ez borzalmasan változatos volt, nagyon durva helyzetekben voltunk, nagyon mákerek voltunk, most megjött azért a szerencsénk, igaz, ez jó sok pénzbe kerül, de megérte, én úgy érzem. Végre egy normálisan használható fegyőt kaptunk. Jó, és akkor már baze. A main fegyvereink, ugye ez a kettő main fegyver, mármint main, az, meg az armorunk az 5-ös és fölötte van minden. Ez jó, szerintem az így fasza. Na köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csáá!